Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ugye csillagászat napját már nagyon-nagyon sok éve megrendezik szerte a világon. Ennek a fő attrakciója egy távcsöves bemutató valahol, valamilyen téren, utcán, parkban, ahol bárki belenézhet a távcsőbe, amatőr csillagászok elmagyarázzák neki a távcsőben látott látványt, és lehet együtt törölni a csillagoség szépségének. Idén a csillagászat tavaszi napja május 2-ára esik. Van egy őszi napja is, egy szeptemberi-októberi első negyedhez közeli hétvégén. Ugye az ismert járványügyi helyzet miatt nem lehet most távcsős bemutatókat tartani, vagy ha lehetne is, még nem olyan annyira célszerű több száz embert összehozni egy helyre. Úgyhogy idén formabontó módon, egy formabontó előadással fogjuk ezt megünnepelni. Utána pedig, hogyha derült lesz Zalaegerszegen, akkor az ottani egyesületi 25 cm-es távcsövön keresztül a Hold Primer fókuszbeli képét meg fogjuk mutatni, illetve ahogy halad előre az éjszaka, egy-két nyílt halmazra is áttérhetünk, amik ekkora Hold fázisnál jól látszanak. Per pillanat részben felhős, részben derült Zalaegerszegen, remélhetőleg elmennek a felhők, vagy legalábbis jóval kevesebb lesz egy óra múlva belőlük, és akkor valami távcsőképet láthatunk. A mai előadás az egy olyan témáról fog szólni, ami mindenkinek a fantáziáját megmozgatja, éppen ezért a sok okosság mellett nagyon sok butaság is el szokott róla hangozni. Én néhány könyvet szeretnék először megmutatni, mert vannak ennek a témának nálam nagyobb szakírtai. Először is egy olyan könyvet szeretnék megmutatni, amit én nem találtam annyira rossznak, mint általában a ufológusok által írt könyv. Ez a Peter Hugh és Jenny Randles által írt Keressük az idegeneket című könyvnek a magyar fordítása. 300 forinttól megvehető éppen itt a régikönyvek.hu-n. Hugh és Randles aktuálisan ufológus, akiket mi csillagászok nem sorolunk a legkedveltebb embertársaink közé. Ez a könyv azonban az átlagosnál sokkal józanabbul áll hozzá a témához, bár még mindig túl optimista. Ennél sokkal jobb könyvek is jelentek meg magyarul, de ez még mondom, az ufológusok által írt könyvek közül viszonylag a jobbak és józanabbak közé tartozik. Egy másik nagyon érdekes könyv is, relatíve friss könyv is, például a könyvbemutató könyvajánló az csak tavaly augusztusi, ez Galántai Zoltánnak a könyve, Újabb beszélgetések a világok sokaságáról címmel, és az idegen civilizációk kereséséről szól. Hát főként SETI ügyben ezt is meg lehet venni, érdemes elolvasni és érdemes belenézni. Galántai Zoltán azért ennek a témának egy nagy szakértő, és nálam jobb szakértő egyébként. A témának a hazai szaktekintélye is írt több könyvet erről a témáról. Ez a könyv, ez a kozmikus társkereső, ez egy kicsit idősebb, mint az előzőleg bemutatott könyv, ez a Kozmikus társkereső című könyv Almár Ivántól. 2011-ben írták meg, ez sem olyan nagyon drágán meg lehet venni antikváriumokban is. Ugye 2011 az már 9 évvel ezelőtt volt, ennek ellenére ez a könyv nem elavult, csak egy csomó helyen a számolatokat pontosítani kell benne, hiszen azóta rengeteg exobolygó felfedezés történt, meg azért a témában is volt előrelépés, egy-két részlet kiegészült a dolog. Én ezt nagyon tudom ajánlani, ez egy nagyon jó könyv. Egyébként valószínűleg ez az első könyv, aminek a névmutatójában, úgyhogy történelmi jellegű ez a könyv, nekem nagyon tetszett. Vissza a témánkhoz, és Holbőd móduszra. Még van pár könyv, ami itt van előttem egyébként, például egy 1872-es kiadású magyar könyv, amiben arról értekezik az angol szerző, akit magyarra fordítottak akkor, hogy rengeteg csillag van, azok körül rengeteg bolygó lehet, és bizonyára nem céltalanul lettek teremtve ezek a csillagok és bolygók, mondja Richard Proctor, angol csillagász. Bizonyára élnek körülöttük, tehát a téma, amit most elkezdünk, az nagyon régi, igazából több ezer éves téma, de egy nagyon nehéz téma is. Azt is el tudom képzelni, hogy az itt kifejtettek kell, nem biztos, hogy mit tenni,
biztos, hogy sokan közülük más előadást tartottak volna, vagy másképp, de tekintve, hogy csillagászat napja van, ez egy ünnepi alkalom, én szerettem volna olyan dolgokról is beszélni, ami nagyon ritkán kerülnek elő csillagászati, amatőr csillagászati körökben, ha előkerülnek, akkor is gyakran megmosolyogják őket. Azért, mert nagyon könnyű átesni komolytalanságba ebben a témakörben. Itt nem fogunk foglalkozni az idegenek által véghez vitt emberrablási, földmegfigyelési, embermegfigyelési, stb. UFO ügyekkel, meg ufológiával. Ugye tudjuk, hogy ezek egy része kitaláció, másrészt a fantazmagória, a maradék az meg vagy rendőrségi, pszichiátri, vagy nemzetvédelmi kérdés. Az előbb emlegetett ufológus szerzők, például a Jenny Randall által vezetett brit UFO kutatási egyesülés oldalán jártam egy pár órával ezelőtt, és azt láttam, hogy még ők is a hozzájuk beküldött megfigyelésének a 95%-át vagy kitalációnak minősítik, vagy természetes módon meg tudják magyarázni természeti jelenségekkel, műholdakat néznek el az emberek UFO-nak. Ugye vannak olyanok, akik még annyira komolytalanok, hogy még az ő járatni. Úgyhogy a hülyeséget azt hagyjuk kívül a mostani előadás témája, meg a tudatlanságot is. Vegyük komolyan ezt a témakört, amikor idegeneket keresünk. Itt van például egy 12-től a 18. századig épült. Ennél én jártam. Volt szerencsém megnézni rajta egy bejáratot, és hogyha melletti faragásokat megnézitek, akkor itt lehet. Ezt az űrhajós nagyon sokszor adják, hogy már a régiek, a középkoriak is tudtak az űrhajósokról, úgyhogy biztos valaki járt itt, valami furcsaság történt itt. Nem, ez a szalamankai katedrális, és időről időre felújítást végeznek rajta. Valamikor a 90-es években faragták ezt az űrhajóst oda a katedrálisra, mert minden templom épít, amikor régi mesterek munkáit felújítja, akkor hozzáadja a magáét is. Úgyhogy ilyen könnyű átesni a ló egyik oldaláról a másik. Ha valaki nem tudja ezt a szokást és ezt a történetet, meg az évszámot, hogy mikor újították fel ezt a kaput és adták hozzá ezt a figurát, akkor könnyen esett tévedésekbe, amikor idegeneket keresünk. Sok mindenről nem lesz szó ebben az előadásban. Éppen a mai APOD, vagyis Astronomy Picture of the Day, vagyis a nap csillagászati kép a NASA-nál egy nagyon régi rádiótávcső volt. Ez a rádiótávcsős években egyébként már nem létezik. Lehet látni, hogy nem is hasonlít a ma megszokott rádiótávcsalakokra. Ez volt az úgynevezett wow jelet fogó régi rádiótávcső, amiről kezdetben azt gondolták, hogy akár idegen civilizációtól is jöhetett volna a 70-es években ez a néhány másodpercig tartó jel, amit ezzel a rádiótávcsővel fogtak. De nem ismétlődött meg a jel, és az eredete azóta is kétséges, lehet természetes jel is, lehet interferencia is, lehet földi eredetű is, lehet mesterséges eredetű is, lehet, hogy az idegenek küldtek, senki nem tudja. Mindenesetre, hogyha egy idegen civilizáció akar kommunikálni bárkivel is, akkor a lehető legrosszabb módot választotta, hogy csak egyszer küldje el rövid ideig a jelét, és nem ismétli folyamatosan. Úgyhogy az idegenek utáni, földön kívüli civilizációk utáni keresésnek rajta, azt én unalmasnak találom. Most már 40-50 éve folyik, aktívan és passzívan. Ugye passzívan úgy, hogy figyeljük rádiótávcsövekkel az eget, hogy valaki sugároz-e felénk bármilyen jelet. Aktívan meg úgy, hogy mi is küldözgetünk jelet kifelé. Persze ezt csinálni kell folyamatosan, figyelni kell az égboltot, a fontosságát én is aláírom. Jó, hogy automatizálva van, és nem egyedileg kell folyamatosan hallgatózni, mert egyébként unalmas, hogy ennyi évtizeden keresztül semmit nem tanult. Ugye ez önmagában is egy fontos megfigyelés, mert azt jelenti, hogy 40-50 fényév távolságon belül nincsen olyan technikai civilizáció, ami megfelelő erősséggel rádiózna. A mi jeleinkről úgy becsüljük, hogy azért még több száz fényév távolságban is fel lehetne fogni. Ez egyszerűen a tévés és a rádiódásaink jeleit fel lehetne fogni. Nem veszik el a természetnek a háttérzajában. Hogy felénk 40-50 éves nem küld senki jelet, az azt jelenti, hogy
rádiózó civilizáció nincs. Tehát ez rögtön egy megfigyelés, amit érdemes észbe tartanunk, mert ez azt mutatja, hogy a rádiózó megfelelő jelerősséggel rádiózó civilizációknak a térbeli sűrűsége az ennél is kisebb kell, hogy legyen, mint hogy 50 fényévente találunk egyet. Van egy másik érv, amit én nagyon, de nagyon nem szeretek, viszont rengetegszer hallom. Ez egy olyan érv, ami semmiben sem visz előre minket. Az érv az úgy hangzik, hogy annyi galaxis van, ugye több százmilliárd, azokban oly sok csillag, még körülöttük rengeteg bolygó, ezek közül számtalanul kell lenni technikailag fejlett. Ez igazából semmi. Túlzó van, és mégis az ötös találatnak az esélye az 1 a 43 millióhoz, vagy kerekítve 1 a 44 millió. Az, hogy nem nyerünk, az ennek pont a fordítottja, 44 millió az egyhez. Így bármekkora kicsi is vagy nagy az esély, igazából semmit nem lehet mondani ilyen alapon, éppen ezért én a Drake egyenletet sem nagyon kedvelem, amit pedig nagyon sokat használnak az ilyen célú ismeretterjesztésben, amikor megpróbálják megbecsülni a civilizációknak a számát, akik velünk egyidejűleg léteznek a galaxisban, mert ez csak ilyen lottózás, a bolondok adója. Sokkal nagyobb az esély, hogy nem nyerünk, mint hogy nyerünk. Ráadásul egy nullához közeli számot, ha összeszorzunk végtelennel, az akármennyi is lehet. Matematikusok nagyon jól tudják, hogy ez adhat nullát is, meg adhat valamilyen egész számot is, meg adhat akár végtelent is. Ja, számolunk egy kicsit, akkor volt, amikor 2,8 milliárd forint felett volt, 50 forint volt egy lottószervény, az ötös lotton. Biztos, hogy itt megjátszanánk. Ez azt jelenteni, hogy 2,8 milliárd forint nyeremény eléréséhez majdnem 11 milliárd forint befektetést kellene eszközölni. Ez nem egy jó üzlet. Ez. Egy egyszerű pénzügyi tanácsadás díja termékértékesítés nélkül, az 35 ezer forint volt, ezt délután megnéztem, találtam egy ilyet. Ha valaki szórni akarja a pénzét, akkor megteheti, de sokkal olcsóbb, hogyha vásárolunk egy tanácsot, hogy hogyan keressünk idegeneket. Persze így is nyernek egyesek a lotton, tehát néha véletlenszerűen is találhatunk csak idegen civilizációt, néha csalás is van, ugye emlékszünk a 2015-ös szerbe állami szerencsejáték csalás sorozatra, amiből azt a rendőrségi ügy is lett. De nekünk az a kérdésünk, hogy a mi témakörünkben, az idegenek keresésében van-e jobb, olcsóbb, hatékonyabb és főleg biztosabban eredményt szolgáltató módszer. Hát ezt kellene végignézni. Egy hasonló gondolatsort végignézhetünk, ugye nem feltétlenül bolygókon kell, hogy legyen az élet, de majd én a végén a mellett szeretnék érvelni, hogy de igen, leginkább bolygókon fogunk életet találni, esetleg holdakon. Az ókor óta számos filozófában vannak más csillagok, köröttük bolygók, netán azon lények, néhány ilyen példa, például Számoszi Arisztarkosz, vagy Nikolaus Orezmius, vagy Kuzánus, azért is érdemes külön említeni, mert ő a római katolikus egyháznak a bíborosa volt, pápa választó bíboros, és ő a filozófiai tárgyú műveiben a más csillagok körül keringő bolygókon lévő és élőlények léte mellett érvelt. Tehát nem áll olyan távol az Isten hittől a más bolygókkal lévő élőlényekbe vetett hit. Meg Kepler, mint egy nagy csillagász. De igazából, miközben minden józan ember legyen a foglalkozása bármi, hitt abban, hogy vannak más csillagok körül is bolygók, senki nem talált. És mindenki úgy gondolta, hogy ezek a bolygók nagyon hasonlítanak a naprendszerbeli bolygókra, olyannyira, hogy a 20. században kifejlesztett bolygók keletkezése naprendszer centrikusak voltak. Majd, hogy nem minden csillagász, képzelgő, meg szifíró, filmes, az naprendszerszerű bolygókat képzelte. A figyelemre méltó kivételek közé sorolom, ilyen Otto Struve német-amerikai 1952-ben írt egy cikket, hogy hogyan lehetne exobolygókat, vagyis más csillagok körül keringő bolygókat detektálni, és ebben
amellett érvelt, hogy legkönnyebben az egy-két nap keringés idejű bolygókat tudnánk felfedezni. Ilyen bolygó a mi naprendszerünkben nincs, mert a leggyorsabb keringés idejű bolygó az a Merkur, még neki is 88 napra van szüksége, hogy körbejárja a napot. Úgyhogy innen ugrani az egy-két napos keringés idejű bolygókra az egy jó kis fantáziát igényelt. És ilyen bolygók is stúve ezeknek a réteg gyakorlatilag megjósoltak. Emlékszem, amikor egy amerikai csillagász mesélt nekem, ő most már nyugdíjhoz közel áll, a 80-as évek elején volt diák, és elment egy konferenciára, ahol összetalálkozott egy akkori idős professzorral, aki éppen bolygó keletkezést tanulmányozott, és ez az öreg professzor a kávészünetben elmondta ennek a fiatal diáknak, hogy hát akármit csinálok, akárhogyan is módosítom a kódomat, ez a bolygókeletkezési szimuláció a számítógépen mindig olyan Jupiter-szerű, amelyek néhány nap keringési idők és közel mennek a csillaghoz. Ugye ilyen nincs, ez nem jó, valami nem jó a bolygókeletkezési elméletemben. Ez a fiatal diák meg azt mondta, ez érdekes, és elkezdte majszolni, mert ugye az egyetemisták azok mindig éhesek. Azt mondta nekem időskorában ez az akkori fiatal diák, hogy ha akkor egy kicsit komolyabban odafigyelek, és komolyan veszem ezt a panaszkodást, akkor elkezdem keresni ezeket a rövidkeringési idejű bolygókat. Pár éven belül lett is volna eszköz, hogy megtalálhassam őket, és akkor most én vagyok a Nobel-díjas, nem Didier Queloz. Úgyhogy érdekes, hogy néha komolyan kell venni azt, amit az elméleteink mondanak. Hát akkor vegyük komolyan, hogyha mindenki azt gondolja, hogy van más csillagok körül is bolygó. Ezt komolyan is vették, már 80-as években elkezdték őket keresni. 1989-ben már találtak egy olyan égitestet, aminek a tömege 11 Jupiter tömeg körül volt. Ez már bolygónak számít, mert 13 Jupiter tömeg alatt vesszük őket bolygónak, de még nem tudták 100%-osan bizonyítani, hogy tényleg ennyi a tömege. Úgyhogy az első megbízható bolygó felfedezés az csak 1995-ben történt. Michel Major és Didier Queloz svájci csillagászok által. Ez volt az 51 Pegasi B jelű bolygó, amelynek a keringés ideje kb. 4 nap, és a tömege meg a méret az körülbelül a Jupiteréhez közeli. Tehát jóval a Merkur pályáján belül keringene, hogyha ide tennénk a naprendszerbe, holott a mi Jupiterünk az 10-szer olyan távol van a naptól, mint mi a Föld nevű bolygón. Ők ezért a felfedezésért tavaly kapták meg a fizikai Nobel-díjnak a felét. A másik felét a kozmológiai kutatásokért adták egy kanadai-amerikai csillagásznak. Ezen az ábrán már lehet látni, hogy nagyon sok olyan bolygót is találtunk, amik a naprendszerben ismeretlenek. Ugye itt a jobb oldali ábra mutatja, hogyan növekszik a bolygó méret az ábra Y-tengelyen, alulról felfele vannak földméretű, Neptunusz méretű, és Jupiter méretű exobolygók. A vízszintes tengelyen logaritmikus skálán a keringés idő van, egy nap itt van, 10, 100, 1000 nap itt van, ugye az 1000 nap az körülbelül 3 éves keringés időnek felel meg. A mi naprendszerünkben a Mars az olyan másfél év alatt járja körbe a napot, a Jupiter meg körülbelül 11 év alatt. Tehát ez valahol a kettő közötti érték. Hát mi amit itt látunk, a hold gázgyentek, vagyis a hideg gázóriások. Ilyen bolygó van nálunk is a naprendszerben, ilyen például a Szaturnusz vagy az Uránusz. Ezek távol vannak, ezért nem olyan melegek, jó nagyok. Ugye a Jupiternek a tömeg az kb. 320-szor nagyobb, mint a Földi. De lehet gázóriásokat közelebb is a csillagokhoz, mint a naprendszerben. Vannak a forró Jupiterek, hot Jupiters, amelyiknek még egy napnál is rövidebb a keringés ideje, ilyen nincs a naprendszerben. Mert a csillagukhoz nagyon közel vannak, és jól felforrósodnak. Vannak óceánvilágok és jégóriások. Igazából van a naprendszerben óriás, a hidrogén és hélium gáz mellett rengeteg jeget is tartalmaznak. Közel a
Előfordulnak a más csillagok körül, de nem a naprendszerben. Láva világok sincsenek rendszerben. Ezek olyan, amelyek rendkívül közel van nap, vagy néhány nap a csillagok, és rettentesen felforrósulnak. Néhány fajta bolygótípus az megtalálható rendszerünkben, nem az összes. Ja, a Föld az valahol egy földméretnél és kb. 365 nap keringésidőnél, na, itt bolygót még nem ismerünk, de csak azért, mert nem fedeztük fel őket még. Szóval 2-3 ezer év gondolkodás után, meg várakozás után sikerült megtalálni az egzobolygókat, és kiderültek, hogy nem olyanok, többnyire nem olyanok, mint a naprendszerbeliek, hanem teljesen más tulajdonságokkal bírnak. Ezért is izgalmas valóban meg felfedezni azokat a dolgokat, amiknek a létét várjuk, mert sokkal változatosabb is lehet a természet, mint hogy az a mi fantáziánkban előfordul. Biztos tudásra van szükségünk, és hát van egy bátor kérdés, hogyha valóság ennyire felülírta a várakozásainkat az egzobolygók terén, akkor mennyivel gazdagabb lehet az életformák száma és minősége az univerzumban, mintha csak így szimplán lotta esély latolgatásszerűen próbálnánk megbecsülni. Rengeteg kérdésünk van, amit felteszünk ennek kapcsán. Ez egy nem teljes lista. Az előadás ideje nagyon be van határolva, úgyhogy maradjunk már ennél a pár kérdésnél. Például majd a Vécse nyári táborában folytathatjuk, vagy más alkalommal folytathatjuk ezeket. Az egyik nyilvánvaló kérdés az, hogy milyen életformák vannak odakint. Ezeknek mindegyik szintje érdekel minket, legyen az egysejtű életforma, vagy fejlett, különösen esetleg nálunk fejlettebb technikai civilizáció, miközben nem hagyjuk figyelmen kívül azt az esélyt, hogy esetleg mi vagyunk a legfejlettebbek a galaxisban. Volt a második genezis? Ugye a genezis az a Biblia első könyve, a teremtés könyve. Ezzel a kérdéssel a csillagászok nem arra utalnak, hogy teremtette a Jóisten egy másik univerzumot is, hanem ezzel csak becézik azt a lehetőséget, hogy nem csak a Földön alakult ki az élet, hanem megtörtént ez valamiben. Tehát nem egy helyen alakult ki az élet az univerzumban itt a Földön, vagy valahol máshol, ahonnét ide került a Földre, hanem több helyen is. Ugye azt is nagyon szeretnénk tudni, hogy mik az élet kialakulásának az összes feltétele. És azt is nagyon szeretnénk tudni, hogy az összes feltétel adott, akkor szükségszerűen ki kell alakulni az életnek azon a bolygón, vagy ez még mindig nem elég hozzá. Jól van, folytatom. Tepik megkért, hogy hajoljak közelebb a mikrofonhoz, remélem, hogy jobban fogtok hallani. Ugye fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mennyire hasonlítanak a Földire a többi életforma. Ugye érdekes kérdés a panspermia elmélet. Az élet egy helyben marad-e, vagy terjed égitestekről égitestekre? Ugye a meteoritokban találtak már valószínűleg aminosavakat, meg fehérjéket, de ennél magasabb rendű dolgok, például a vírusok, DNS egysejtőek, baktériumok terjedhetnek-e meteoritokkal. Itt az történhet, hogy egy kis bolygó vagy üstökös becsapódik egy égitestbe, például a Marsba, és olyan nagy sebességű, olyan nagy energiájú a becsapódás, hogy az általa a bolygóból kivert anyag az nem hullik vissza a bolygóra, hanem elkezd keringeni a naprendszerben. És, bocsánat, és a naprendszerbeli keringése során nekiütközhet a Földnek, hogyha elég nagy a meteorit, akkor akár túlélheti a légkörön való áthaladást is, nem ég el teljesen a légkör, leesik a Földre és lehozhatja ide a másik bolygóról az életszerű anyagokat, a biológiai anyagot. Meg ugyanez megtörténhet természetesen fordott irányba is, hogy a Földről máshová anyag. Fontos kérdés, hogy közelben vagy a távolban keressünk más életformáknak a nyomait. Hát itt majd lesz egy csomó minden, amit meg fogunk vizsgálni. Ez most csak itt a nyári tábornak a hirdetménye, reméljük marad el a nyári tábor. Néha komoly oldalakon is lehet találni rendkívül érdekes címeket, például az űrvilág.hu-n lehet találni egy 2008-as hírt, keressünk-e dinoszaurusz nyomokat a Holdon.
Ezt egy magyar, nem, bocsánat, ezt különböző kutatók fedezték fel, itt például egy amerikai bolygókutatónak a nézeteit ismertetik. A NASA egyik kutatója szerint érdemes lenne dinoszaurusz maradványok után kutatni a Holdon. Ugyanis szerinte egy-két dinoszaurusznak az agytömege ugyanúgy aránylott a testhez, mint ma az oposszumé, de ez semmit nem jelent arról, hogy primitív és buta élőlény lett volna. Szerinte elképzelhető, hogy egyes dinoszauruszok emberi értelemben is értelmesek voltak, és technikai civilizációt építettek ki. Ezt bizonyítani nem tudjuk, mert 60 millió év távlatából annyira elpusztultak az esetleges dinoszaurusz városok, meg egyéb dolgok, hogy még fosszíliaként sem valószínű, hogy meg fogjuk őket találni. Ugye néhány ezer éves emberi városokat is teljesen nyomtalanul eltűnnek vehetünk. De hogyha elmegyünk a Holdra, ott sokkal nagyobb az esély, hogy megtaláljuk őket, ha esetleg ezek eljutottak oda, hogy űrhajót építsenek, űrrakétát építsenek, és a Holdat megvizsgálják. Ugyanis a Holdon nincsen időjárás, nincsen légköre, sokkal lassabbak a pusztító szél, víz, eső, élővilág folyamatok. Úgyhogy ha valaki dinoszápienszeket, bölcs dinoszauruszokat szeretne keresni, annak a Holdra kell mennie. Ha esetleg megtalálná a dinoszauruszoknak a rádiótávcsőt, akkor persze be lehetne bizonyítani, hogy voltak dinoszauruszok, akik eljutottak az értelmes civilizáció küszöbére, vagy azon túl is. Az ellenkezőjét, hogy nem voltak, az valószínűleg soha nem lehet bizonyítani, csak valószínűsíteni. Szóval azért vannak érdekes felvetések. Lehetne természetesen hasonló nyomokat keresni a Földön, a Marson. Mindenesetre ilyeneket eddig nem találtak, meg hát ugye az eltelt évek alatt, a 100 év vagy 100 millió év alatt el is tűnhettek. Meg nem túl hatékony módszer, mert rendkívül nehéz ezt folytatni, főleg nagy mélységük és a Föld teljes összes szárazföldjére kiterjedve. Ráadásul, hogyha például a másik bolygóról jártak itt 60 millió éve, akkor ugye értelmes életet nem találtak itt, feltéve, hogy a dinoszauruszok sem jutottak el az értelmes életig. Úgyhogy valószínűleg bizonyos szempontból nézve érdektelen lehetett a bolygó, bár vannak még a Földnél még érdektelenebb bolygók is. Ha itt jártak 60 millió éve, azóta akár el is tűnhettek, azóta ki is pusztulhattak. Igazából ilyen bizonyítékunk nincs, hogy mások itt jártak volna, de azt azért látnunk kell, hogy ha például a Földről eltűnne az emberiség bármi miatt, például egy járvány miatt, akkor a Holdon, vagy a Mars-Simenko üstökösön, ott maradnak az űreszközeink. Itt van például ez a kinagyított kis rész a Churyumov-Gerasimenko üstökösről, ott van a Philae űrszonda. Úgyhogy ezek nagyon sokáig meg tudnak ott maradni, és hagytunk már más segítesten olyan nyomokat, amik alapján akár évmilliók múlva is megtalálhatnak minket mások, hogyha erre járnak. Igazából küldünk is mi üzeneteket, és aztán meg lehet fordítani a kérdést, vajon más küldötte üzenetet felénk? Ugye jó kérdés, hogy mennyit tud egy űreszköz túlélni a naprendszerbeli és a csillagközi tér erős sugárzási viszonyai között. Itt jobbra lent az egyik Voyager űrszondát lehet látni, amit a Jupiter-Saturnus bolygók vizsgálatára indítottak. Aztán az egyik az ki is repült a naprendszerből ezután, a másik még elhaladt az Uranus meg a Neptunus bolygók mellett, és utána repült ki a naprendszerből. Centiméter átmérőjű aranyozott plakettet, ami azért készült ilyen drága anyagból, hogy jól is helye az űrbéli viszonyokat. Itt pedig azt fölsábrá, hogy miket véstek rá. Ugye, ha valaki megtalálja bármikor, és még léteznek ezek a plakettek, nem rombolja le őket valami gammasugárzás, vagy röntgensugárzás, vagy bármi más, vagy akár egy aszteroidával nem ütközik, akkor elkezdheti elemezgetni ezeket a képeket, aztán vagy megérti, vagy nem. Itt például a különböző környékbeli pulzároknak a helyzetéhez képest adta meg vonalak metszéspontjában a naprendszer helyzetét ez az ábra. Vagy megfejtik, vagy nem. A Voyager 1, ez a Gliese 445 jelű csillagtól 1,6 fényévre halad el majd 40 ezer év múlva,
A Voyager 2 meg hasonló időtávlatban a Ross 2 48 csillag mellett halad el kevesebb, mint két fényévre. Ezek a zsiráf meg az Andromeda csillagképben vannak. Van még két másik űrszond, ami visz magával hasonló plakettet, nem pont ugyanezt, ez a Pioneer 10-11, mert ugye a New Horizons is elhagyja a naprendszert, ezek különböző irányba mennek. Ha mi ilyeneket küldözgetünk a világegyetembe, akkor teljesen logikus feltenni a kérdést, hogy és mások küldözgetnek felénk ilyeneket? A helyzet az az, hogy azért ezek elég messze fognak elhaladni a csillaguktól. Mi jelenleg ilyen távol a naptól nem tudjuk felfedezni az ilyen kicsi műholdat. Azon meg egy még kisebb plakettet meg egyáltalán nem. De ha közelebb jön, és egy pár tíz méteres méretű, akkor már igen. Tehát ez azért technikai fejlettség kérdése is, meg annak a kérdése is, hogy mennyit költenek az emberek csillagászat távcsőre, ha náluk is van pénz, hogy megfelelő mérőeszközt építsenek, hogy ilyen távol elhaladó objektumot is meg tudjanak nézni. Ugye más csillagok körül is vannak kisbolygó övezetek, ahol itt időről időre kilöködnek kisbolygók, aztán vándorolnak sok-sok millió éven át a csillagközi térben, elhaladnak csillagok mellett, sőt, akár keresztül haladhatnak azoknak a rendszerén. Ez egyik ilyen interstelláris eredetű objektum a naprendszerben volt az Oumuamua nevezetű objektum, ami hawaii nyelvről kapta a nevét, és valami olyasmit jelent, hogy jövevény. A pályáját, ezt itt mutatjuk a bal felső ábra, hogy hogyan haladt el a naprendszerben, erősen hiperbolikus pályán. Ezek a függőleges vonalak azt mutatják, hogy mennyivel volt a Föld pályasíkja felett. Középen van a nap, és közben a bolygóknak a pálya, ez a lila például a Jupiter pályája, a sárga a Saturnus pálya, az Uranus pálya az itt van kékkel. Ez egy gyorsan elhaladt, hosszú elnyúlt alakját mérték a fénygörbéjéből, ugye, ahogy forgott, más nagyságú felületet mutatott felénk, és ezért csökkent, illetve növekedett a fényessége periódikusan. Valaki csillagász Amerikából, nevezetesen Abraham Loeb felvetette, hogy hát ha ez egy álcázott, vagy éppen nem is annyira álcázott csillagközi űrhajó, akár automata, akár élőlényekkel, és éppen most halad át a naprendszeren, és megvizsgálja a naprendszernek a belső térségeit, teljesen oktalan gondolat egyébként. Ő arra gondolt, hogy ezt úgy lehetne ellenőrizni, ha megnéznénk rádiótávcsőkkel, hogy sugároz-e, mert hát nyilván kommunikál hazafelé. Ez aztán be is került az egész világ sajtóba. A bal oldalt lent az Arecibo-i 300 méteres, illetve még annál is nagyobb rádiótávcső látszik, igazából nem azt használták a vizsgálatokra, ami itt a jobb oldali ábrán van bemutatva. Egyszerűen a Green Bank-i rádiótávcsővel, ami Nyugat Virginiában található, onnét kerestek rádiójeleket az Oumuamua-ról, de nem találtak, úgyhogy gyakorlatilag kizárható, hogy ez egy élő vagy halott űrhajó lenne. Az eset azonban jól rávilágít arra, hogy a csillagászok résen vannak. Ma már az automata égbolt felmérő programokkal ilyen kisebb méretű kisbolyók sem maradnak észrevétlenek, ha megközelítenek minket. Bár az égboltnak van még egy-két olyan rész, amit nem 100%-osan vagy pontosan fednek le, de azért vannak kísérletek, meg tervek, hogy hogyan lehetne az egész égboltot folyamatosan nyomon követni. Szóval nagyon nehezen kerülheti el az észrevételt ma már egy ekkora méretű kisbolygó, és résen vannak, ellenőrzik, hogy ad-e rádiójeleket. De ez természetes égítésnek bizonyult. Egy másik, akár vadnak is minősíthető elképzelés volt, hogy nem biztos, hogy egy nagy űrhajót kell keresni. Minden földi sci-fiben építenek egy hatalmas, nagy, több száz személy befogadására képes űrhajót, ellátják 20 évre elegendő anyaggal, amitől még nagyobb lesz az az űrhajó.
akár már kisbolygó méretű, és akkor azzal indulnak el a másik bolygórendszerbe. Ez rengeteg energiát igényel. Igazából mi még képtelenek vagyunk ezt megvalósítani. Azt viszont meg lehetne valósítani, hogy nagy helyett éppen ellenkezőleg kicsi űrhajót küldünk el egy másik bolygórendszerbe, ami nagyon-nagyon pici, mert akkor sokkal kevesebb energiát kell felhasználni ahhoz, hogy oda jusson belátható időn belül. Úgyhogy volt, aki azt javasolta, hogy mikroszatellitákat keressünk magunk körül. Hát, ha már itt vannak az idegenek, és valami pici, akár mikroszkopikus méretű nanoszatellitákat, vagy még kisebbeket küldtek ide, akár a Föld légkörében is lebeghetnek, és onnan végezhetnek megfigyeléseket. Az elképzelés vad, de senki nem mondhatja rá azt, hogy ez biztos nem így van. Végig kell nézni a légkört. Már csak azért is, mert mi is tervezünk pici műholdakat máshová. A Breakthrough Initiative három embernek az alapítványa, 2 milliárdosé, Yuri Milleré és Mark Zuckerbergé. Ez a Zuckerberg az a Zuckerberg, aki a Facebookot is alapította, és abból gazdagodott meg. Meg az azóta elhunyt alapítványa. Az elképzelésük az, hogy egy nagyon pici űrhajót kellene építeni. Nekem a prototípusát volt is szerencsém a kezemben fogni, mert egyszer elhozták Berlinbe a Német Légi és Űrkutatási Központ előadó termébe, és akkor ott körbe lehetett adogatni a prototípust, hogy mit tudnak kivitelezni, és azt tesztelgették. Tennének rá egy legalább 2 megapixeles kamerát, ami 5 szubgrammos lenne az eredeti tervek szerint. Ezek az eredeti tervek azért sokat fejlődnek az idő folyamán. 4 darab szubgrammos processzort, a szubgram az azt jelenti, hogy 1 grammnál kisebb. Ha lehet, akkor jóval kisebb. Fotonhajtómű is kellene, 1 wattos lézerdiódákkal megoldva. Ugye kellene valami energiaforrás. Azt gondolták, hogy plutónium 238 vagy americium 241-nek a bomlásából keletkező hővel lehetne hajtani egy termőelemet, amit 150 millió eredetileg. Az egészen be kéne vonni egy berillium részvédőréteggel, hogy a bolygóközi, illetve csillagközi porszemcsék és atomok ütközés ellen védve legyen az egész. Egy 4x4 méteres vitorlát kellene építeni, ez van itt ábrázolva a jobb oldalon. Ez egy fantáziarajz. Grafénből, ugye a graféneket, ami a szénnek egy módosulata, és nagyon vékony, egyatomnyi rétegű fóliát lehet belőle készíteni, ezt nem olyan régen fedezték fel, és egy körülbelül 10 éve adtak érte fizikai Nobel-díjat, tehát viszonylag újfajta anyag. Ez vékony, tehát könnyű, jól reagál a lézersugarakra és a csillagfényekre, úgyhogy be lehetne fogni a fotonokat, és akkor egyszerűen a nap fotonjai beleütköznének ebbe a vitorlába, és vinnék előre az egész napvitorlást. Hogy milyen kommunikációs berendezés lenne rajta, azt nem egészen sikerült megtalálnom, de nyilván kellene rá. Arra számítanak, hogy a fénysebességnek, a C-nek a 15-20%-át el tudná érni néhány évnyi gyorsulás után, így akár 20 évnyi utazási idővel eljutnának a Proxima Centaurihoz. Tepi, te olvastad Stanislav Lemnek az Utazás a nagymagellán felhőbe című könyvét? Most, hogy bekapcsoltam az összes mikrofonot, szerintem igen. Akkor emlékezhetsz arra, hogy abban a Földön építenek egy több száz ember befogadására alkalmas űrhajót, a GEA-t, és azzal a Proxima Centaurihoz utaznak, és az utazási idő az pont 20 év. Érthetlen, tényleg. Stanislav Lem ezt a könyvét, ezt az 1950-es években írta. Vigyáznék ezzel a cifi írókkal, hogyha emlékeztek, volt hír még a járvány cirkusz erején, hogy készült egy olyan cifi, amiben, hogy is, Wuhan, nem is tudom, ami hasonló volt az akkori vírus neve, tehát az akkori sci-fi vírus neve, szóval vigyázni kell nagyon sci-fi írókkal. Igen, néha beletrafálnak. Az eredeti tervekben nem volt benne, de egy német fizikus hozzáadta, hogy egyéb felhasználási területe is lehetne az ilyen napvitorlásnak.
Például mi életspermánykat, tehát vírusokat, baktériumokat, de inkább baktériumokat, meg egysejtőeket lehetne rá feltenni, ez nem növeli meg nagyon a tömeget, el lehetne küldeni vele a galaxisban mindenfelé, és így mesterséges pánspermiát lehetne létrehozni. Tehát mi így terezhetnénk el a mi életformánkat mindenhol. Hogy ennek mi a célja, értelme, arról nagyon sokat lehetne beszélni. A Breakthrough Initiative-nak nagyon komoly támogatottsága van tudományos körökben. Például a Perlmutter kozmológus, aki a szupernovás távolságmérésért kapott 2011-ben fizikai Nobel-díjat, ő benne van ennek a tanácsadó testületében. Az Európai Déli Obszervatórium is támogatja az ötletet azzal, hogy megengedte az alapítvány a saját pénzéből egy új mérőeszközt is találjon a 8 méteres VLT-kre. Ezzel bolygókat keresnek, és természetesen először az Alpha Centauri, illetve a Proxima Centauri vidékét vizsgálták át potenciális új bolygók után, hiszen hogyha a Proxima Centauriba akarunk menni, akkor ennek a napvitorlásnak az tök jó célpont lenne. Mi van akkor, hogyha nem valósul meg ebből a tervből minden, vagy esetleg semmi? Nézd, hogyha a kitűzött technikai célok a felének az elérése és óriási technikai fejlesztés lenne akár a Föld élethez is, mert ilyen pici kamerák kifejlesztése azért ez sok mindenre jó lenne, például orvosi célra. Fölmerült bennem egy kérdés, hogy ez végül is magánexpedíció. És hogyha ők használhatják az űrt magánexpedícióra úgy, mint Kolumbusz a tengert annak idején, akkor miért nem engedjük meg mi, hogy a Starlink használja üzleti célokból a világűrt? A különbség az ott van, hogy milyen szemetet és környezetszennyezést hagysz magad mögött. Ugye itt egy szimpla alapkutatási célból szeretnénk eljutni egy közeli, sőt a hozzánk legközelebbi csillagrendszerébe, ami egy 20 éves utat jelentene a ma elérhető technikával. Ugyanis minden, ami itt ki van tűzve, azért az technikai kihívás, de azért elérhető technikai kihívás még a következő években. Tehát a Starlink az teljesen feleslegesen szennyezi a fényével az égboltot, aminek semmi értelme nincs és semmi célja. Kicsit sötétebb lenne, akkor vele se lenne baj. Ezek a közeli keresések voltak. Az, hogy ők ide jöttek-e. De mi van, hogyha nem jöttek ide? Még nem is fognak ide jönni. Akkor a távolban kell keresni. Hát mi a fenéket lehet keresni? Lehet például keresni űrháborúk jeleit, például, hogyha plutónium bombákkal visztak atomháborút, akkor a plutóniumnak a nyomait meg kellene találnunk. Ez mondjuk nem a legvonzóbb módja az idegen civilizációk keresésének, viszont egy nagyon biztos célja. Nagyon biztos módszer, mert a plutónium leghosszabb felezési idejű izotópia is csak 24 ezer éves felezési idővel bír. Plutónium a természetben szupernova robbanásokban keletkezik, és gyakorlatilag 5x24 ezer év alatt annyira elbomlik, hogy nem marad belőle semmi. Úgyhogy ha valahol plutóniumot találunk, akkor nagyon nagy valószínűséggel az csak mesterséges eredetű lehet. Ugyanígy nagyon jó, hogyha mesterséges égitesteknek a nyomait találjuk meg, például a csillagok fénygörbéjében, ugye az egész bolygót körbevevő műhold rendszer lenne a Dyson szféra, ami összegyűjteni a bolygónak a fényét, és átalakítaná villamos vagy egyéb energiává. Ugye a Clark szféra az létezik a Föld körül is. Ugye Clark volt az, aki nagyon sokat foglalkozott, meg gyakorlatilag elsőként foglalkozott a geostacionáris műholdakkal, vagyis olyan műholdakkal, amelyek állandóan a Föld ugyanazon pontja felett vannak. Ezek kb. 36 ezer kilométer távolságra vannak a Föld középpontjától, és mindig ugyanazt részét látják a Földnek. Például, ha tévéadást akarunk leszórni a Föld felszínére, akkor ez egy nagyon jó pozíció. Ugye, ha egy bolygó eltakarja egy csillagfényét tranzit során, akkor a mesterséges műhold is el fogja takarni, és mindig ugyanabban a pozícióban lesz a bolygóhoz képest. Ugyanez igaz egy objektum a Lagrange pontokra, arról majd még fogunk beszélni.
Ha nagyon nagy távcsöveink lennének, több kilométer átmérőjek, akkor a felbontó képesség és a fénygyűjtő képesség az nagyon jó lenne, és akkor például a távoli bolygókon a városfényeket lehetne látni, meg a szennyezőanyagokat is. Na, ilyen nagy távcsöveink nincsenek. Meg azért reálisan szemlélve 2050 előtt nem is lesznek, 2050 után meg már az ember nem mer jóslatokat tenni. Ugye mindezek a technikai fejlettségek kifejezhetők az úgynevezett Kardashev skálán. Kardashev az egy orosz csillagász volt. Valamikor jó régen elkezdte osztályozni a civilizációkat egyes, kettes, hármas típusba, hogy egy bolygó összes energiáját tudják használni, egy csillag összes energiáját, vagy egy egész galaxis energiáját tudja kontrollálni egy adott bolygónak a lakossága. Az információ tartalom alapján is lehet osztályozni a civilizációkat. Például, hogyha egy nép kifejlesztette már a nyelvet és beszél, akkor az körülbelül 1 millió bit, 1 megabit információnak felel meg. Ezt vette Sagan alapegységnek. Ez egyre több és több információt foglalnak magában. Például a H az olyan 1000 petabit információt jelent, például, hogyha rengeteg kép van az írás mellett, és akkor ezeket könyvtárakban, vagy levéltárakban, vagy egyéb helyeken tárolja az a civilizáció. Sagan számításai szerint a 70-es években mi olyan 0,7 H civilizáció voltunk. A 0,7 az azt jelenti, hogy még nem értük el a Kardashev skálán az 1-es fokozatot, vagyis egy bolygó összes elérhető energiáját nem tudtuk használni, még ma sem teljesen. De azért azon, hogy 70%-át már igen, azért az már nem semmi. Ez azért érdekes számomra, mert, oppá, itt mi történik, mi a következő? Ez azért érdekes számomra, mert még egyetlen másik civilizációt sem észleltünk, nem szereztünk róla semmilyen információt, de osztályozni már tudjuk őket. Az észleltünk egyes jeleket, de mindegyikről kiderült, hogy valami másról van szó. 2016-ban például egy Glister nevezetű csillagász észlelt a HD 164595-ös jelű csillagról egy olyan jelet, mintha az egyes vagy kettes típusú civilizációra utalna, de még annak az évnek az augusztusában megmutatták, hogy ez észlelése az téves volt, és valójában egy katonai műhold került keringés során a csillag elé, és egybeolvadt a jele a csillagével. Én meg ugye azt hitte, hogy a csillagról jön a jel, és ezért jóval erősebbnek gondolta, mint amikor az a valóságban volt. Úgyhogy ez egy téves észlelésnek bizonyult. Egyébként ez a Herkules csillagképben található itt. 2015-ben nevezték fel a Tabi csillagot, vagy a Bajazsán csillagot, vagy van neki egy KITS szám, ez a Kepler input katalógot jelenti a KITS, meg egy hosszú szám, ami nagyon érdekes, furcsa fényesség változásokat mutat. Itt van az idő, egy-egy ilyen osztás egy hónapot jelent körülbelül, és azt, hogy a maximális fényességhez képest éppen hol járt a csillagnak a fényességet. Össze-vissza fényesség változásokat mutat. Egy Jason Wright nevű csillagász felvetette, meg mások is, hogy akár űrhajók mozognak előtte, azért nem periódikus a jel, de igazából nagyon sok magyarázat létezik erre, amik mind egy vagy több sebből véreznek. Legkevesebb sebből az a magyarázat vérzik, ahhoz csak egyetlen dolgot kellene bebizonyítani, hogy a csillag, meg mi köztünk van egy turbulens csillagközi felhő, és a csillagközi felhő elhalad a csillag előtt, és amikor a sűrűbb részei kerülnek a csillag elé, akkor jobban lecsökken a csillagnak a fényessége. Csak hát infravörös töbletet nem észlelünk arra, hogy a por az hideg, és a hideg por az infravörösben sugároz. Mindenesetre itt van egy weblap cím, erről írtunk egyszer egy cikket, amikor megpróbáltuk összeszedni a lehetséges magyarázatokat, beleértve a fantasztikus magyarázatot, hogy itt űrhajók mozognának, és annak azok által okozott csillagfedéseket észlelnénk, meg a reálisabb magyarázatokat is, köztük a legreálisabbat, ami ma inkább afelé tendálnak sokan, hogy egy csillagközi
felhő természetes úton okozza ennek a csillagnak a fényesség változásait. De a dolog, mind a kettő, a téves észlelés is, meg a valószínűleg természetes eredetű fényességváltozásokat mutató észlelés is arra utal, hogy azért a csillagászok nagyon-nagyon szeretnének találni életre utaló jeleket. Végül is ez a csillagászatnak a végső célja, meg a legfontosabb céljainak az egyike. És ha lehet, akkor ellenőrzik az ilyen magyarázatokat is. Próbálnak nem figyelmen kívül hagyni semmit. Voltak olyanok, például ez a Luc Arnold nevű francia csillagász, aki különböző mesterséges égitesteknek a jeleit próbálta megjósolni. Ugye a bolygók többnyire kör alakúak, vagy ellipszoid alakúak, tehát hogyha elhaladnak a csillag előtt, akkor valamilyen fényességváltozást okoznak, mert eltakarják a csillag fényének egy részét. Ha egy háromszög alakú klingon jellegű űrhajó halad el előtt, akkor teljesen más alakú lesz a kitakart fénynek a mennyisége, meg hogy hogyan történik a fényességváltozás. Itt egy 2020-as tudományos javaslat, a white paper az gyakorlatilag azt jelenti, hogy javaslat, ez az előbb emlegetett Jason Wright azt javasolja, hogy keressünk ilyen fedési fénygörbékben technoszignatúrákat, tehát mesterséges égitesteknek a jeleit. Ne csak azt nézzük meg mindig, hogy egy közelkör vagy kör alakú keresztmetszetet mutató bolygó milyen fényességváltozást okoz, amikor elhalad a csillag előtt, hanem azt is, hogy a mesterséges égitestek miket mutatnak. Egy nagyon érdekes dolog az lenne, hogyha például az L2 pontban találnánk valamit, ugyanis a fedésnek a hosszából meg lehet mondani, hogy milyen távol van a csillagától az égittest, és ugye az L2 pont az nem stabil pont. Ha ide leteszünk például a Föld-Hold rendszernek az L2 pontjába egy műholdat, vagy ide bekerül egy kis bolygó, az nem tud itt maradni. Kepler harmadik törvénye értelmében a keringési idő attól függ, hogy milyen távol vagyunk a csillagtól. Ha távolabb vagyunk, akkor a keringési idő is hosszabb lesz, ugye nem lineárisan nő, viszont az L2 pont mindig a napot a Földdel összekötő egyenes mentén van. És itt nagyon szeretünk például űrtávcsöveket tenni, mert a napfénye az annyira nem zavar, ugye a Föld mögött vagyunk, meg a rádiósugárzása sem zavar, azért a Föld árnyéka idáig nem ér el, tehát az nem takarja ki nekünk a napot, de itt kényelmesen el tud lenni sokáig egy égitest, de örökké nem, mert itt ugye távolabb vagyunk a naptól, tehát a keringés is hosszabb kéne, hogy legyen, tehát előbb-utóbb innen elsodródna a műhold. Ahhoz, hogy visszamenjen ide az L2 pontba, amivel könnyű kommunikálni, meg jó helyen van, ahhoz rakétát kell használni. Tehát az L2 pontban csak akkor maradhat meg stabilan, hosszú éveken át egy űreszköz, hogyha vannak rakétái, ha meg rakétái vannak, akkor azt meg valaki oda tette. Ezzel az ötlettel játszik például a Clara című film, egy kanadai film pár évvel ezelőttről, és ott a csillagász a filmben éppen egy ilyen L2 beli objektumot fedez fel, és ezzel bizonyítja be, hogy ott biztos, hogy azon a bolygón valaki létezik, mert a bolygónak az L2 pontjába oda tett valamit, a bolygó és a holdja L2 pontjába oda tett valamit, vagy éppen az L1 pontban, ami meg a csillag meg a bolygó között van, akkor ahhoz rakéta kell, vagyis valami civilizációnak rakétát kellett építeni. Ez ilyen közvetett, de egyértelmű bizonyíték arra, hogy hogyan lehet életet találni, miközben magát az életformát fel se fedeztük. Mi is teszünk ezekbe a pontokba űreszközöket, például itt van a Föld, ezen a sematikus ábrán, a Hold. Ugye a Holdnak a túlsó oldalára tavaly leszállt egy kínai űreszköz, és ott végez megfigyeléseket, de ugye a Hold túlsó oldala sose fordul felénk, tehát onnét, ha rádiójeleket küldene, akkor az csak kifelé mehet a naprendszerből, a Föld felé nem, mert a Hold útban van. Éppen ezért felsugározza egy másik műholdra a jeleket, amely reliállomásként üzemel, és azt sugározza le itt a Föld felé.
és hogy ne legyen a hold árnyékában, ezért a Föld-Hold-rendszer L2 pontja körül kering ez az eszköz. Nem ő az egyetlen egyébként, aki itt található. Valami, például a Nap-Föld-rendszer L2 pontjában, vagy a Föld-Hold-rendszer L2 pontjában. Szóval, hogyha mi kihasználjuk ezt a gravitációsan stabil pontot, akkor mások is ki fogják használni. Egy érdekes dolog, a HD 101.065 jelű csillag. Tepite, tudod, hogy kell kiejteni ennek a lengyel csillagásznak a nevét? Mert én nem merem kiejteni. Kizárt, hogy én ezt ki tudom ejteni. Megint a mikrofon bekapcsolás procedúrája. Jaj, hol van? Bocsáss meg a... Ott a tetején. Przibilszki, vagy valami... Przibilszki, így egyszerűen, úgy, ahogy mondod. Borzalmas egy betű. Ugye, hogy közép-európai közös lép, ugye. Igen, nagyon, nagyon nehéz így. Ez egy 355 fényévre lévő csillag, egy gyorsan forgó úgynevezett RO-AP csillag, a RO az a rotationből jön, vagyis a forgásból. Az A az abból, hogy ez egy aszinkép osztályú csillag, vagyis a felületi hőmérséklet az olyan 10.000 Kelvin körül van. A P pedig a peculiarból, vagyis a szabálytalan eltérő szóból ered, és ez szintképpen nagyon szokatlan. Elég régen, most már, még az én születésem előtt jóval felfedezték a különleges színképét 1961-ben. Más RO-AP csillagokban van nikkel és vas, ezben gyakorlatilag nincs, viszont gazdag olyan anyagokban, amelyeknek számos izotópja erősen radioaktív, mint például a strontium, holmium, niobium, meg itt olvashatjátok a többit. Van benne urán is, aminek a némelyik izotópjának a felezés ideje az 4 milliárd év felett van, tehát elég sokáig meg tud maradni, hogyha egy szupernova robbanásban létrejött, és utána bekerült a csillagközi felhőbe, amiből egy csillag, mint például ez a csillag létrejött, úgyhogy az még nem olyan meglepő. Ami meglepő, hogy további szokatlan elemek vannak a színképében, aktinium, protaktinium, neptunium, plutónium, amerikium, meg egyéb még nagyobb rendszámú elemek, például ezek az amerikium, curium, berkelium, kalifornium vagy einsteinium, ezek olyan kémiai elemek, amiket mi itt a Földön nem ismerünk természetes formában, csak mesterségesen tudunk előállítani részecske gyorsítókban. Ráadásul ezek nem is hosszú élettartamú elemek. Az einsteiniumnak a leghosszabb izotópjának a felezés ideje az csak 472 nap, alig több, mint egy év. Úgyhogy az, hogy évtizedek óta ez ott van benne, az azt jelenti, hogy folyamatos utánpótlás kell neki. Többféle magyarázat van arra, hogy mitől ilyen szokatlan ennek a csillagnak a színképe. Az egyik az természetesen az, hogy ez csupán mérési hiba. Ami akár lehet is, mert az ilyen RO-AP csillagoknak erős mágneses tere lehet. A mágneses tér az megváltoztatja a színképnek a szerkezetét, úgyhogy lehet, hogy rosszul azonosították a vonalakat. De hogy ennyien hibázzanak, az nem valószínű. Egy cikk, aminek a linkjét ide tettem, alig olvasható világos kék betűkkel, az szintén természetes magyarázatot ad ezekre a szokatlan elemekre, mégpedig az, hogy a 184-es Malthus számhoz tartozó metastabil elemek bomlásából származnak ezek, és aztán utána tovább bomolnak és eltűnnek. Ezek a metastabil elemek szigetszerűen fordulhatnak elő a csillagon, ott, ahol csapdába ejti őket a mágneses térnek az összesűrűsödése. És ahol erősebb a mágneses tér, ott ezek csapdába esnek, szinte csillagfoltként viselkednek, mint amilyen napfoltokat mi itt látunk, és onnét kerülnek ki ezek az elemek az egészre. De természetesen nem lehet kizárni, hogy plutónium, ha mesterségesen keletkezhet, akkor valakinek az űrháborújának az eredménye, vagy iszonyatosan nagy energiatermelés folyik ott, erre a jó messzi lévő csillagban, jó nagy környezetszennyezéssel, aminek szóval a hulladékat beleöntik a csillagba. Igazából nem értik ennek a csillagnak a viselkedését, úgyhogy amíg létezik rá természetes magyarázat, és például ott az a szakcikk, ami természetes eredetű magyarázatot ad, mégpedig
szép asztrofizikai magyarázatot, addig azért nem kell azt hinni, hogy valakik mások micsoda környezetszennyezést csinálnak. De ugyanakkor az is furcsa, hogy miért csak akkor egy ilyen csillagot ismerünk. Olyan rövid ideig, csak pár száz évig tartana egy ilyen életciklus, amikor ilyen furcsa mágneses tér, meg metastabil elemek jönnek létre egy csillagban. Úgyhogy, meg természetesen azt sem lehet kizárni, hogy végül is mégiscsak mérési hibáról van szó. Igen, vannak, akik emellett érvelnek. Esetre ez egy olyan csillag, ami fejtörést okoz, aminek kapcsán még végleges szót azért nagyon nehéz kimondani. Ha valaki engem kérdez, én azért arra fogok tippelni, hogy a mérési hiba és valamilyen asztrofizikai természetes folyamatnak a keverékét látjuk itt. Én magam nem gondolom azt, hogy itt bárki más idegen civilizáció óriási környezetszennyezést folytatna, vagy űrháborút folytatna. Az egy 1% vagy kisebb esély erre is van. Ugye ma, amit használunk módszert, az leginkább a tranzit spektroszkópia. Tepi, mennyi ideje beszélek, azt nem látom az órát. Mennyi időm van még? Akkor megnézem én az órámat. Hát már kicsit túlmentem az időn. Nagyon gyorsan folytatjuk, mert szerintem lassan meg kell nézni a holdat. A tranzit spektroszkópia módszerét használjuk, amikor a csillag fénye átvilágít a bolygónak a légkörén, és akkor abban lehet használni, abban lehet azonosítani különböző kémiai elemeknek a vonalait. Ugye ezzel lehet felderíteni a bolygó légköröknek a tulajdonságait, de ez egy nagyon olyan technológia, ami gyerekcipőben jár. És én még itt szerettem volna sok mindenről beszélni, de hogyha már 8 óra elmúlott, most itt befejezem az előadást, bár még lenne még kár. Mondanom. Kár, nagyon szép képpel fejezett be, szép színes, szagos. Még azért itt nálunk... Egy utolsó képre azért szeretnék... Azt akarom, bocsánat, itt nálunk azért még elég világos van, nyilván a holdhoz az ott esetben jó lett. A nagy kérdés, hogy például ahol a távcső található, ott milyen az időjárás? Ezt Péter tudná megmondani. Kedves Péter. Derült az égbolt ott, ahol a hold látszik. Tehát a déli irányba a horizont közel, tehát pontosabban a horizont felett annyival, ahogy a hold látszik, ott derült van. Tehát érdemes lesz a távcsövet üzembe helyezni. És egy olyat teszünk, hogy megnézzük a hold, megnézitek a holdat, és utána folytatjuk, mert azért egészen jó ábrákat látunk itt még hátra. Hát nem tudom, én már kezdek kiszáradni. Meg azt tudom, hogy érdekes volt ennek, vagy mennyire volt fantazmagórikus az előadás. Én nézettségi próbálom. Adataink elég jók, úgyhogy szerintem ezt a részét nem érdemes firtatni, mert túl sok ember fog egyszerre kiabálni, és mondja azt, hogy hát közben. Még! Közben, ha érkezett kérdés, vagy negatív megjegyzés, azt felolvashatod nekem. Úgyis a holdat szerettük volna nézni. Én most elmegyek a csillagdai gépre, tehát most a saját gépemről átléptem a Vega Csillagászati Egyesület. Vannak már szöveges dicséretek kommentben, úgy közben megjegyzem. Hát jöhet a kritika. Nagyon érdekes volt az előadás, például egy ilyen komment. Név van hozzá? Van, hogy ne lenne, de azt nézze meg mindenki maga a cseten. De én nem tudom meg is megnézni. Nem baj. Ez egy élőkép, ugye? Mennyire ez egy élőkép, élő az Egyesület videó? Csillagvizsgálójáról. Miért nem rázza a fákat a szél? Biztos elállt. Hoppá, erre nem igen, gondoltam. Azért, mert nem fúj. De egyébként Szilárd, gondolom, nekem át kellene állítanom a kamerát a igen, hát közvetítjük, hogy hogyan állítod át, jó? Amíg itt ez nagyon érdekes. Egyébként felhőket lehet látni itt a szomszéd ház meg a fák felett. De azért Péter, itt a távolból megmutatjuk nekik, hogyan nyílik a... Péter, induljunk ki abból, hogy lehet, hogy valaki még a nézők között életében nem látott automata távvezérést a gyakorlatban. Elméletben tudjuk, hogy persze azt lehet. Tegyük hozzá, hogy most ugye a csillagdáról az élőképet látjuk, és én 952 km távolságból
nyitottam ki a tetőt. Igen, már hogy kinyílt a tető, ez jól látszott. Igen. Fel is jött a kamera képe, most már a kamera áramot kap. Ugye kimegy oda Péter, annyit megteszünk, hogy azért a távcsőhöz megpróbálunk csatlakozni. Most nem tudom, hány embernek mutatjuk, hogy vagy működik, vagy nem. 90 körüli nézőszámnak. Igen, 770-es. Ó, akkor biztos nagyon sok negatív komment ott van. A Galileo webcastos, Galileo webcastos közvetítéseink sorában azért elég jó ez a nézettségi adat így élőben. Csatlakozom a távcsőhöz közben. Úgy látom, sikerült. Mindenki láthatja, hogy villog a narancssárga park felirat. Most, vagyis parkoló pozícióban volt a távcső. Volt valami... Igen, be van töltve a pozíciónás, hát nem túl szimmetrikus. De el is küldöm a távcsőt a Holdra. Én közben kérdezném, hogy ez a szoftver, amit látunk, amik a képernyőt látjuk, ez micsoda? Ez a CardiCL, vagy angol SkyChart nevezető szoftver, amit a távcső vezérléséhez használunk. És most a távcsőt elküldöm. Ez egy szimpla planetárium szoftver, és én most el is küldöm a távcsőt a Holdra. Tehát most, hogyha visszatérek a élőképhez... Igen, ezt akartam ki, hogy lássuk, hogy tényleg történik valami. A csillagda belsőben nem látunk esetleg, nem láthatunk esetleg élőképet. Én azt akartam megnézni, hogy hátra följön ide. Ott jön a távcső. Ott jön. 4 pixel szerint. Arra hátrafele, itt a házirányba körül délnyugat van. Én pedig felmennék akkor átállítani a kamerát a kézivezérlésre. Pétert is látjuk élőben. Hát ez nagy élmény lesz, biztos. Téged Szilárd nem láttunk az elején. Én magam szépen beköszöntem, azt hittem, hogy te is. De igazából itt az én szervem csak mellesleges. Tehát a távcső Zalaegerszegen van, Péter is ott van. Te pite Budapesten? Most éppen Tatán. Tatán. Én meg Berlinben, a többiek meg szerte mindenfelé. Úgyhogy igazán jó távészlelés az, amit most folytatunk így élőben. Most keresi a Holdat. Toljuk meg még azzal, hogy az élő közvetítés egy kutya közönséges, jó minőségű mobilnetről megy. Fantasztikus a technika. Amíg Péter kiér... Most szerintem... Nagyon hosszú az expozíciós idő, meg túl nagy az érzékenység, úgyhogy az első kép az nem lesz jó, mert nem is találtam el a Holdat. Valamiért. Mekkora a látómező? Nyilván majd látni fogjuk a Holdból. Körülbelül másfélszer egy fok. Nem ezt akartam elindítani. Bocsánat. Néha nem jól működik a műszer, elveszíti a pozíciót, vagy a park pozíciót, vagy valamit. Ezt hívom én demonstrációs effektusnak, mert ez mindig akkor történik, amikor szeretnénk valami szépet mutatni. Én majd ugye Péter, főleg a saját távcsőmet változó csillag megfigyelésekre folytatom. Én kifejezetten örülök annak, hogy úgy zötyög a tengely, hogy hát az nagyon katasztrófa. Na, ott a Péter közben. De valószínűleg azért mondjuk egy ilyen jellegű mérésnél, vagy ilyen jellegű pozícionálásnál azért nem szerencsés, hogy... mit csinál Péter egyébként? A Canon 6D-nek, ami a detektor, ennek a vezérlő szoftverénél nem lehet mindent távolból állítani. Uh-huh. És át kell állítani manuálra a B-időről, mert a B-időre van állítva, akkor a számítógépben nem tudok 5 másodpercen rövidebb expozíciós idős parancsot kiadni. Aha. Tehát magyarán mondva túl eszponálná a Holdat, mint marha fényes objektumot. Uh-huh. És ezért. Uh-huh. Az a létre csodálatos. Látom, már zseblámbát kell használni.
Aha. És nézem ki, még az olyan nagyon sötét nincsen, de, de biztos oka van a zseblámpának. Közben csúnya felhők vannak a háttérben. Igen. Az a, visszatérve a dologra, vagy a mondandóra, az a létre ott nagyon csodálatos. Ez egyben egyfajta vagyonvédelmet is szolgál, gondolom. Nem, ez a, az Egyesület pénztelenségét mutatja. Ha lenne pénzünk, akkor más helyre is lenne téve. De az biztos, hogy mondjuk egy potenciális tolva, vagy egy ilyen bazinagy létrával eléggé feltűnő, tehát adott esetben lemond arról, hogy egy jó okulárhoz jusson. Most beidőm van, de láttam, hogy tekergeti, mert itt változtak a dolgok. Ha esetleg valamit még fel tudsz olvasni, vagy el tudott menni, de... Hát én befejezem a képernyőmegosztást, kíváncsi vagyok, hogy milyen kritikák érkeztek. Magadat tudnád egy kicsit mutatni? Tulajdonképpen ez most az én technikai érdekességem, hogy vajon ez a közvetítő szoftver, amit használunk egyébként, mondjuk elvét, hogy Zoom, mennyire alkalmas. Hát, de hát én nem vagyok szép ember. Kvázi valós időben közvetítse a... Többféle dolog is történik. Egyrészt ilyen Holmes üstökösöz hasonló effektusok mutatkoznak a fejed körül. Nem a háttérképre gondolok, hanem magad látványára. Másrészt ott maradt a képernyőn a Skype alapképed, és ezt nem tudom, hogy csináltad. Hogy az, az én saram? Kezdjük ott. Nem tudom. Nálad? Aha, most eltűnt. Jó, jó. Jó, hát ugye a szoftverben megadható egy háttérű, nagyon ügyesen megoldja azt, hogy csak bizonyos részletek látszanak is mögötte, ne látszon semmi, például a fogas, a mit tudom én, a otthagyott rendetlenség, vagy ilyesmi. Tehát, Jó, jó végül is. Akkor jó. Várjál, vissza akartam menni a távcsőhöz igazából. Addig a kérdéseket vagy a kommentárokat, hogyha felolvasod, annak nagyon örülök. Ugye természetesen azért a narrátor, nevezzük magamat annak dolgát, nem nehezíti meg a közvetítési kezelőfelület, mert kb. Olyan 2-3 sornyi ablakon olvashatók a hozzászólások. Szuper volt, köszönjük! Sokat tanultunk. Szilárd, jól állítottam be a csillagdát? Vagy led a kamerát? Pillanat. És mondom. Nem, B-időn van még. Manuált láttam. Hát, itt meg ez B-t ír. A nagyobb probléma, hogy szerintem a pozíciót elvesztette. El kéne lökni kézzel a... Ami a felirá hóra. Van nálad telefon? Lesz egy pillanat múlva. Jó, akkor visszamegyek. Egy kis türelmet kérünk, amíg felállítjuk a távcsőt. Ilyen távcsővel néznénk a holdat, egy 25 cm-es távcsővel, majd. Egy kis, nagyon kevés türelmet kérünk. Addig elmondom én, hogy Gyarmati László barátunk, Gyarmati Laci pontosította, ugye itt te kérdeztél, provokáltál, én megnagyezem, ki is nyögtem magamból azt, hogy igen, szifi-ileg, ugye, mi a vannak véletlen egybensések a világban. Például Kokáér, ugye ez a 1981-es regény Dean Konz, a Sötétség szeme címmel, amelyben egy Wuhan W-vel, W, ugye W-vel, Wuhan kötőjel 400-nek elnevezett vírus okozta ott a főszereplést. Fogalmam sincs. Szerintem csak küldre a holdra. Ez élő kép, igen. Csak
hold kezdte küldre a holdra. Hát mert le van véve az érzékenység. Levettem 100 izóra. Háttérben Szilárd egyeztet Péterrel, aki tetszik. Nagyon a... mellé nem. Én megyek. Ah, ott van. Lehet, hogy látunk holdat? Én már látom a holdat, mert mindjárt is látjátok a holdat. Nagyon izgulunk. Értem. Köszi. Akkor szerintem maradjon is így. Jól van, köszönöm szépen. Szia! Rendben. Tehát ugye az idén május 2-a csillagászat napja úgy világszerte, és ennek ürügyén most próbálunk élő csillagászatot. Most az első dolog, amit befejezek, az a saját képen megosztása. Igen. Ez talán a legkevésbé izgalmas dolog. Vigasztásom, mondom, csak picibe lánzott. Én már küldöm a holdat neked, ez még be van égetve. Majd mindjárt javítunk rajta, egy pillanat türelmet. Csak például a Java installációt az befejezzük. Egy kicsit odébb visszük a holdat, hogy középen legyen. Szóval ez a primer fókuszban van, nem okuláron keresztüli kép, hogyha adod a többieknek. Igen. Ugye a primer fókusz az azt jelenti, hogy csak a távcső objektívjének a fókuszában van egy kamera. Hoppá, bocsánat. Most az élőkép, mert mindjárt le akarom venni az érzékenységet is, meg az expozíciós időt is, ha megtalálom a megfelelő ablakot. Jelenleg 250 izóval nézzük a holdat. Lejjel veszem, és akkor egy kicsit több árnyalat előjön. 100 izó az úgy jobbnak tűnik, és 1/8 másodperccel ment. Valószínűleg abból is kevesebb elég. Wow. Egy holdszerűbb lesz. Na, ha itt tud maradni a képernyőn a kép, tehát nem mozog jobbra-balra, vagy fixen, akkor ezt kinagyítom a nézők számára. Jó. Technikailag. Kicsikét varázsok itt a technika. Ja, ennek a kamera, ez a kamera nem bolygó kamera, nem hold kamera, tehát nem erre lett kitalálva. Arra lett kitalálva igazából, hogy mélyegeket, főként fényesebb objektumokat, nyílt halmazokat lehessen vele erről a helyről észlelni. Így nem a legjobb a holdra. De most a teljes látómező. Egy 30-az másodperccel. Ki a képet a tisztelt nézők számára a kép. Én küldöm neked. Ja, hogy te küldöd? Akkor meg én mit akarok itt? Aha. Nem, az enyém nagyobb, sokkal szebb. Úgyhogy visszaállok az én képemre. A tiédnél kb. Más, 2,5-szer nagyobb a látvány, a látmérője a hold látványának. Hát igen, mert nem primer fókuszban fotózol. Igen. De be is fejezem. Akkor látnám, hogy te mit küldesz. Hát azt kinagyítva, ami a képernyő közepén látszott. De most már nem azt, mert most nem az látszik a képernyő közepén. Most egy megosztási ablak lát. Bocsánat, egy zoom alapablak látszik. Igen, így. Na tehát. Egy pillanat, csak lelövöm a Facebookot, mert nem jó, hogyha visszahallom magamat. Hát csak halkítsd le. Csak halkítsd le, hagyd ott, hogy esetleg lásd, hogy mit küldök. Itt, ez élőkép a holdról. Aha. Ó. És ugye nem csalás, nem ámítás, mert hogy szépen hullámzik a kép, de... és arrébb tudsz menni, aha. Most nagyon nem akarok hülyeséget mondani, de ez a nagy kráter, ez itt a Clavius?
Igen, pontosan, az a Clavius. És én csak az is, ezt is kinagyítom, mert még tudjuk itt közelebb zoomolni, csak bűvészkedni kell egy nagyon picit. Egy pillanat. Így van. Azt az egyet nem tudom, hogy a saját gépemről osztok-e meg, vagy a csillagot. Ja, igen, világos. A Clavius Carter ugye azt kell tudni, hogy, és átadom a szót, semjakin szabály, ugye erre gondolok. Igen, tehát nem tudom ki... Elmesélhetsz rá, hogy mi az, mire gondolunk? De, bocsánat, nem figyeltem, nárok. Jó. Pedig egy hallgatói kérdést akartam feltenni, a hallgató most én vagyok, itt a néző. Az a lényeg, hogy ez abszolút élőkép. Ha megtennéd, hogy visszamenni a Claviusra. Claviusra. Nem, mint hogyha én ismerem a hold felszínét, alig egy-két krátert. Na, de a Clavius arról híres, hogy félkör alakban, ott-ott, egy kráter sorozat látszik, hát kapásból négyet, de hát még az ötödik is ott van, ugye, és nagyjából a kráterek átmérője mértani szabályszerűség szerint csökken. Hát úgy, hogy ránézésen nagyjából a fele. Ez az fele, még a fele. Igen, öt darab mondjuk, négy biztos, de hogy mondjam, mint a szemészetben a vonal alatt is, aki el tudja olvasni, az ötödik is ott van. És hát ugye, én most nem tudom, én se értek igazán a holdhoz, de ha tudom, akkor ezt megosztottam volna a hold észlelő csoportjában ezt a videót, elfelejtettem, hogy eszembe nem jutott, hogy holdat is fogunk nézni. Hogy mi a keletkezés oka végül is. Egyébként, ha a nézők, hallgatók körében van, aki esetleg jobban szereti és ismeri a holdat, nagyon szívesen vesszük a kommentárt. Az egyetlen kérésem hozzá tepi, mivel én csak ezt a képernyőt látom, és hogyha elmegyek olvasni kommenteket, hozzászólásokat, kérdéseket, javításokat, akkor nem lehet látni az élőképet a holdról. Igen, azért kommentáljam, hogy azt olvast próbálom, esetleg feltek. Visszanézhető lesz az előadás, mert sajnos lecsúsztam róla, természetesen igen, amint befejezzük, sőt nem csak amint befejezzük, már akár most is, ha valakit nagyon nem érdekel a hold, bár gondolom kevés ilyen van, az visszatekerhet az elejére, és menet közben is bármikor megnézhet az elejét, amikor meg véget ér, elbúcsúzunk, akkor meg az egész ott van archívumban. Aztán kicsit kéne fókuszálni. Hát azt lehet. De szerintem ez teljesen jó ebbe a szitúban, pláne Premiere fókuszban. Tudunk még abban fókuszálni. Az is lehet, hogy a picik, igen, tehát lehet, hogy először nem volt jó, és azóta jó. Azóta jobb lett, mert szerintem ez nagyon jó. Péter írja, hogy 5 perc és jön a felhő, úgyhogy... De nagyon jó, legalább látom a kezelést. Igen, én most a fókuszmotort keresem meg, hogy... És akkor mindenki itten elkillódhatva le. Jaj, hogy ezt lehet tudni. Ugye azért is remeg a kép, mert ugye ez Zalaegerszegen van, ahol nagyon sok ház, közelben egy 10 emeletes is van, amelyekből jön vissza a levegő. Tehát itt a város fényén, városnak a légkörén keresztül nézünk. Hogyne. Bárki azt mondja, hogy jobb lett a kép, most megpróbálom kifelé vinni. Én meg ez nagyon nem változik. Én szerintem, ismerve egy ilyen jellegű távcső teljesítményét, meg az, hogy Premiere fókusz, meg az, hogy városi környezet, meg az, hogy mindjárt jön az eső, és ugye nyilván a légkör teszi a dolgát ilyenkor. Ez egy nagyon nyugtalan a légkör. Ez egy csodálatos minőségű kép. Pláne így rögtönözve. Nagyon ez, sok elkítői látszon keresztül. Ez abszolút egy nyers kép. Az, ahogy jön az élő kép a távcsőről, a Canon 6D-t. Ugye itt, hogyha a Hold pólusa vidékén megnézzük, hogy egy-két kráternek meg hegynek a tetejét már megvilágítja a nap. Többség meg még árnyékban van. Ez volt itt a Clavius, ezt az egyet megismerem. Van egy másik szép kráter, szintén nagy csúccsal, ugye nem tudom a nevét, a Holdhoz ennyire, de most már ki fog szaladni a csücsökben, ma most már ki is szaladt, amire gondoltam. Tényleg nézzünk egy-két síkságot. Igen. Tehát...
Most nem lenne járványügyi helyzet, akkor szívesen megmutatnánk ezeket az alakzatokat a távcsőben, okulárba tekintve, mindenki saját szemével láthatnánk. Ez most sajnos nem működik, mert nem lehet rendezvényeket szervezni. Remélem, hogy így is valamennyire lehet érvezni. Például itt van egy kis geológiai alakzat, egy alig észrevető kis dombocska, itt egy nagyon kis kráter van, és ha megengeditek, hogy lemenjek a térképért, a hold térképért, akkor meg is próbálom az azonosításokat kísérelni. Jó. Fejből én nem tudom, ez a Plátó kráter. Addig elmesélem, hogy hát ugye mi általában nem nagyon szeretjük a holdat, hiszen ugye inkább ellenség, mint barát, hiszen ugye a fényével azért jelentősen tudja rongálni az égbolt háttérfényességét, ugye amikor nagy a hold, akkor annyira világos van, hogy a halványabb objektumok megfigyelése eléggé lehetetlenné válik, de azért nagyon-nagyon régen, még a múlt évszázadának utolsó évtizedeiben volt olyan megfigyelési program, hogy szabad szemmel meg kellett becsülni egy-egy kisebb holdkráternek a árnyékkal való kitöltöttségét. Holdjuk programnak hívták. Már megmondom őszintén, arra sem emlékszem, hogy milyen célból készült a dolog. Tehát nyilván, ha átmérőt meg ilyesmit kellett meghatározni, arra azért a műszeres megfigyelések már akkor is sokkal alkalmasabbak voltak. De nagyon jó buli volt. Tehát megkeresni icipici krátereket, ott valamit hasra csapni és beírni 1%-ot, egy fázist. Nem is, hát nyilván nem számolni kellett, hanem berajzolni, és a rajzásból utólag kiadni valami értéket. Tehát igazából nekünk ez volt az egyetlen kapcsolatunk a holddal, de az biztos, hogy vannak lelkes és fanatikus hold megfigyelők, akik talán no, én még értelmesebb régi, és érdekesebb programokat ember vagyok. Ugye visszatért a Szilárd. Na. Igen, visszatértem a Holdatlasszal, Én még régi stílusú ember vagyok, úgyhogy én még papír alapú. Igen, akartam mondani, hogy lehet, hogy lett volna az igazán profi, de majd legközelebb, egy hasonló szitúban, hogy egy online holtérképet bejátszva, bevetítve, összehasonlítgatva, vagy esetleg holdrajzokat is bemutatva. Ha nem téveztem el, akkor ez itt az Archimedes. Ez itt az Autolycus. Ez itt az Aristilius kráter. Ez egy csupa A betűs. Igen, úgy nézem. Van más nem. És el kell okozom a 11-es. Nem A-val kezdődik. Mondjuk csillagnevek között is elég sok A betűs van. Ez itt a Le Verrier. Ugye Le Verrier volt az a csillagász, aki megjósolta a Neptunusz létét, meg a pozícióját a pályaháborgásokban. Következő kérdés, lehetne a Holdon valami teleket venni? Ezt én teszem fel, nem a nézőben, hogy olvasom azt is. Jaj, a peremén a Rutherford kráter csücsül, de most csak most láttam a Gyarmati Laci észrevételét. Kedves Laci, most melyik lehet a Rutherford? Keresd meg egyszeres magadna az Atlaszon. Laci, nem is tudtam róla, hogy ennyire Hold kedvelő vagy, ugye? Elég régi az ismerettségünk. Az igazság az, hogy lehet, hogy még a Terminátor nem ismerem a Hold felszínét. Nem akar ön ez a felhő, hála a jó Istennek. Járjunk még egy kicsit a Holdon. Szerintem én már is elvesztettem a Holdon magamat. Menjünk lefele. Lefele? Ment a képen lefele így? Igen, igen. Azt tudom, hogy ez a Plátó. Úgy. Azt az egyetlen ismerem. A déli féltekén. De ezek szerint lefele van szintén dél, felfele van észak. Nem. Illetve hogy van ez a Holdon tényleg? Mert ugye most tulajdonképpen a Holdat fordítva látjuk a távcsőben, hiszen ugye a távcsőben a dolgok fordítva szoktak látszani, ha igaz, általában is tipikusan. Igen. És ugye, hogyha felnézünk az égre, akkor pont fordítva látjuk megvilágítva, mint ahogy ugye itt a Holdnak a
bal oldalát láttuk, látjuk. A nehézség az az, hogy fejjel lefelé kell tartanom a könyvet, hogy ugyanazt lássam, mint a... Ez itt a Plátó Ákrát térképszerűen, és ráadásul még csehül is van ideírva. Tehát. Ez a kráter itt a... Fontanel. Még egyszer? Fontanel, értem, mert nem láttam ezt. Bernard Le Bouvier de Fontanel. 1657-1757-ig. Francia ugye, csillagász, népszerűsít a Francia Akadémia tagja. Ugye hozzá kell tenni, hogy egy ilyen típusú bemutató, hogy elkezdünk facakolni a Holdon, megmutogatni, az élő, belenézős esetben ugye esélytelen, hiszen ugye hogyan? Ugye ő belenéz, mi meg nem látjuk, mit lát, meg ugye a nyilat se tudjuk odavinni, a tárcsát mozgatni, meg végképp macerás. Kezd fakulni a Hold, lehet, hogy a felhő? Ajjaj. Meg lehet, ezt megmondani. Ajjaj, szaladj fel gyorsan még. Meg lehet, hogy megérkeztek a felhő. Péter, tudsz egy helyzetjelentést adni? És mi várható? Péter szerintem most ment ki az ablakhoz. Én annyit tudok, hogy a felhőképen, legalábbis az időképnek a felhőképén. Én a helyszínről jelentem, hogy pár perc és beborul a Hold irányába, mint ahogy ez meg is történt. Akkor ennyit láttunk. Sajnálom. Az, hogy boldogtalanok vagyunk, ugye akkor mégis boldogok, mert ezzel is kvázi egyfajta webinárium történelmet írtunk, hogy ennyit is láttunk. Aha, nagyon, nagyon beborult. Hát, bocsánat, de akkor ezt itt be kell fejezni, most sok értelme nincs. Igen, én megnövelhetem az érzékenységet, meg az expozíciós időt is, de... Mit tettél? 4000 izóval a felhőkön keresztül. De ezt hogy csináltad? Átlát a távcső a felhőkön? Azt a mindenit. Megnöveltem az érzékenységet. Hát na, de milyen felhőzet ez? Akkor ez egy vicc. Gyönyörű lett a Hold. Hát relatíve gyönyörű. A kontrasztosabb lett egy picit a kép. Már kicsit néha beég, mert nyilván, hogy változik a felhő, jön, megy, ugye? Picit, ha lejjebb eszed, most sokat most segítene. Ugye most ismét a Holdnak a északi pólusát látjuk, ami hát persze ugye pont fordítva van. Megint ugye a Clavius kráter középen. Clavius környékén tudsz mesélni krátereket? Ajjaj, kicsit már sötét. Igen, de mire, mire megtalálom a Clavius a 72-es térképen. Szépen látszik egyébként, hogy vonulnak a felhő pamacsot, de végül is élvezhető. Nagyon jó. Igen, ott van. Biztató, hogy tulajdonképpen a megfigyelők, a nézők száma alig csökkent, tehát igazából jól végezzük a szórakoztatás feladatát. Ez a nagyobb kráter itt a Clavius perem falán, ez a Porter. Russell Porter, 1871-1949. Hát amennyire a cseh szöveget értem, ez amerikai konstruktőr volt, és 52 km átmérő ez a kráter. Ami mellette van, az csak M-mel jelölít a térkép. Ez a felső, ami szintén a Claviusnak a perem legfőbb van. Luka, igen. Az legfőbb. Pedig a... Az a Rutherford. Az a Rutherford? Na. Az amerikai csillagász Louis Rutherford. Ez a nagyobb itt. Uh-huh. Mögötte, ott fölötte a Terminátorhoz közelebb. Erre gondolsz? Azaz. Várjál. Nem vagyok én olyan ügyes. Fordítsd gyorsan. Az egy B-betűs kráter. Blancanus. Blancanus.
nem, Biancanus, Giuseppe Biancani 1560-1624, olasz matematikus, geográfus és csillagász. És most teljesen felhő van. Volt mellett is egy kráterát így a képen nézve. Igen, azt én már beazonosítottam, csak akarom mutatni. Ja, mindjárt jön a fény, jön a fény. Jön az érzékenység. Vagy az érzékenységet nem üdvejük, igen. Szóval, kedves nézőink, nem igaz, hogy a távcső nem lát át a felhőkön, tehát ez teljesen egyértelmű ebből. Ott, igen. Igen, az a Scheiner. Scheiner kráter, Christoph Scheiner, 1675-1650. Német matematikus és csillagász. És most nem szeretném mondani, de lehet, hogy ez az a Scheiner, aki felfedezte a napfoltokat. Csak ezt most így félre mondom, mert nem akarok hülyeséget mondani. Aha. Hát nyugatról érkező felhők mind Nyugat-Magyarországot érik el először. Na, de visszajön. Ez itt még a kép, igen. Na, most egészen jó vissza fog jönni. Barangoljunk tovább. Ezen két kráter közötti régió. A Scheinertől merre? Hát úgy felfele menjünk, az még jobban, hogy csomó kráter van. Ez ott a Biancanus, és igen. Le valami furcsaság van. Ugye ez egy kettős kráter. Az első rész az a ez a Klaproth. Fölötte pedig a Casatus van. Az még majdnem teljesen sötétben van. Igen. Épp, hogy csak a szélét a világít. Ez egy mélyebb kráter valószínűleg, ugye? Igen, a hátsó, ami sötétben van, az Paolo Casatusról van elnevezve. Ő egy olasz teológus és matematikus volt, ami pedig előtte van, és már jól belesüt a nap. És ez a Klaproth volt, egy nagyon német névnek néz ki, és így is van. Ő egy 18. századi német kémikus és ásvány kutató volt, ez a Klaproth. Mondom, ezt is meg akarod kérdezni. Igen, igen. Honnan tudtad? Hát... Mert annyira nyilvánvaló. Várjál, át kell menni egy másik térkép lapra, mert most azt teljesen elveszítettem a fonalat. Beborulni nem akar teljesen, mint látszik, de azért majd egy alkalmas pillanatban, ha már is van webkamerád, és hát... Aha, ez egy érdekes, ez a Magnus kráter, egy kicsit lejjebb veszük. Igen, igen, akartam javasolni. Majd esetleg mutass meg egy-két térkép oldalt a kameráddal, hogy jó. Lássuk, na, hogy nem fejből hantázol, bár nagyon ügyesen csinálod. Ez itt, amire most éppen rájön a felhő, ez a Magnus kráter, egy 16. századi olasz matematikus, csillagász és asztrológus. Egyébként én javaslom, hogy fejlesszük majd tovább valami legközelebbi alkalommal, akár ezt az online. Hogy hívják, hogy van tényleg valami holtszakértő, aki esetleg erősen felkészül, hogy éppen mi látható, és mondjuk ilyeneket is tud mesélni, hogy milyen mély, mit kell tudni róla, hogy csapód, nem tudom, milyen infok vannak erről, ami érdekes lehet. Tudom, mit itt az alkalom, utas meg. Zács kráternek is itt kéne lenni a környéken. Hát most sötét van. Mit szólnál ahhoz, ha megmutatnál a térképből valamit? Okay. Nincs messze ettől a Magnustól, de szerintem pont nem látjuk. Ugye egy magyar, még egy cseh könyv szerint is magyar csillagász. Ha. És hogy azt írja róla a könyvem, hogy magyarszki asztronóm Bratislavski rodák. Rodák. A Magnustól még a pólus felé. Nem tudom, hogy olyan hogy megfelelő librációs fázisnál vagyunk-e, de hogy biztos, hogy nem vagyunk megfelelő felhő fázisnál, azt Szóval, mutasd meg kérlek az atlaszt, mondjuk a webkamerának próbáljuk meg. Szóval.
csak hogy... Akkor megfejezem a megosztást. Bizonyításképpen, hogy... Nem a hasadra csapkodva mondtad ezeket. Nem, azokban úgy mondogattam. A videót, csinálok ide fényt is. Igen, másrészt meg a hátteret tüntesd el messze. Nem, jó, mégis jó ez, jó ez. Ez erről a könyvről van szó, 1992-ben jelent meg, van magyar kiadása is különben, de nagyon jó könyv a Holdról, rengeteg információt tartalmaz. Most látható a szoftvernek a sajátosság, hogyha hátteret lekapcsolnád. Sokat segítene, ugyanis így semmi nem látszik belőle, és a szoftver tudja, hogy kell kinézni egy embernek, ugye van egy feje, van egy karja, és utána egy ilyen valamiben folytatódik lefele, és az atlasz az nem része az emberi testnek. Így alakul. Azt mondja, várj, én is kikapcsolom, itt mindenféle nézetem van. Egy másodperc, ez az. Tökéletes. Igen, tehát de jó. Egyik oldalon van megadva a kráter neve, az elnevezés indoklása, a kráter pozíciója és mérete, és a jobb oldalon van a térkép. A könyv alján van egy teljes holdnézet, és ott egy kis fekete négyzet mutat, hogy a holdnak melyik részéről van szó. Tehát ez is hosszú oldalak van. Én most itt sok oldalt lapozok, gyakran oldalt. És... Ravinshoz el tudnál szaladni? Csak ugye már azt nagyon tárgyaltuk, hát többit is persze. Igen. Alakul. Nem, össze-vissza van, azt hittem névsor szerint. Nem. Nem, terület szerint. Aha. Klaviuszt, ha meg tudnád találni, azt egy picit még közelebb rakva a kamerához, és egy picikét odatartva, hogy össze tudjuk hasonlítani. Tényleg van ilyen a Holdon. Mert még ugye egy gyanútlan néző azt is mondhatná, hogy hát biztos valami generált videóképet adunk. Nem, élőképet adunk, éppen az a baj, mert generált videókép lenne, akkor a felhők nem zavarnának meg. Dehogy nem, hát nem. Nem tudunk tökéletesen csalni. Szabadjon Zalaegerszegről beleszólni. Teljesen és reménytelenül beborult az ég, úgyhogy a Hold újbóli megpillantására egy másik időpontban van csak esély. Ami a Clavius krátert illeti, ez pedig a maga 230 kilométeres átmérőjével második legnagyobb átmérőjű kráter a Holdnak a felszínén. És a közönségnek azért azt elmondhatjuk, hogy a holdi krátereknek a 90%-nál is nagyobb arányát becsapódások hozták létre. Kevéske Hold dómot lehet megfigyelni, de ezek nem az ilyen ma este is bemutatott kráterméretű, vulkánéretű nyomok a Hold felszínén. Tehát magyarul a lényegesen jelentősebb arányát a Hold krátereknek kozmikus becsapódások évmilliárdokkal ezelőtt hozták létre. Egyébként valakit érdekel, itt még kék az ég, ahol én vagyok. Kedves Szilárd, ne gondolod, hogy megúsztad, ugye miután Péter elkezdett beszélni, egy nagy Péter felirat jelent meg, úgyhogy ha nem macerás, tedd meg, hogy még egyszer Klávi azt jó közel dugod, mert... Egy pillanat, türelmeteket kérem. És a megosztást megszünteted. Itt is derült egyébként Tatán is. De megszüntetne a megosztást. Szerintem... Péter, át kéne ezt a távcsőt telepíteni Tatára, itt is nagyon jó az ég. Tehát, hogy jó helyet tudnánk biztosítani neki. És jó, megvan osztva, és akkor most kérjük szépen a Clavius. Igen, nem? Most már tudom, hogy a 72. térkép van. De jó. Nézem közben a nézőszámot, egészen jól bírják ezt a fajta távcsős bemutatást. Nagyszerű. És akkor... Várjál, meg kell fixinget tenni. Igen, ez nem a Clavius, feljebb egy kicsit az egészet, még feljebb, mert még... ott látom, mutass rá a Claviusra, mert nem triviális, ezen a rajzon. Ez a kráter, ez a nagy. Ja, igen, és fordítva van, csalás, fordítva van. Na most beletükröződik a fény, kicsit dönts meg, kérlek. Jó lesz, és egy kicsit neked szerintem jobbra az egészet, jobbra. Nem, az a bal. Oké, balra.
és lejjebb egy csöppet. És akkor még egy picit lejjebb. Most a képernyő tetején van, hogy nagyjából, és akkor most egy picit, néhány másodpercig. Levegőt visszatartva, de van ám egerem is, tehát akkor még egyszer egyértelmű legyen egy pillanat, én is rá tudok mutatni, ugye nagy, kisebb, még kisebb, marhapici, nagyon-nagyon marhapici. Köszönöm szépen. Hát gyakorlatilag lehet, hogy ez egy végszónak is jó. A végszó az legyen az, hogy akkor megmutatjuk, hogy kell eltenni a távcsőt. Aha. Már lehet, hogy most kicsit a pozíciót elveszítette. Sajnos tényleg semmi nem látszik a holdban, teljesen beborult a lelgerszeg. Hát akkor köszönjük szépen a aktív részvételt, a figyelmet, majd megpróbálom megválaszolni a kérdéseket a chatben. Nagyon sajnálom, hogy beborult. Próbának jó volt, hogy lehet online távcsős bemutatót tartani. Én nagyon-nagyon élveztem, ugye menet közben éreztünk itt csak rá, hogy lehet ezt, én nekem is csak közben jött itt az ötleteim. Ez egy kísérlet volt. Ha még valami kérdést fel tudsz olvasni, akkor csak bátran. Mi a könyv címe? Melyik könyv? Hát gondolom, amivel mutogattál. Előadó, szerző cím. Atlasz Mesice, de ennek megjelent egy magyar kiadása is. Rükl Hold Atlasz. Rückl. R-U-C-K-L. Rückl. 228 oldal, 12.000 forint az ára, 5% áfával. Most nézem az egyik hazai forgalmazónál. Hát figyelj, esetleg csetbe egy linket. És a képernyőt leszettem, nyugodtan bármi. Csak te megmutathatod, most nem akarok abba a hibába esni, hogy az egyik forgalmazónak a dolgait mutatom, miközben lehet, hogy a másiknál is elérhető. Hát akkor kopisz csak ki a aktuális főinfót. Majd ezt te megteszed, mert én elrakom a távcsőt. Itt elküldtem neked a linket. A Hold Atlasz a címmel jelent meg. Aha. És most még éppen kapható, úgy látom. Péter Attila volt olyan szíves, leírta. Nagyon helyes. Csapatmunka. Én nagyon szeretem egyébként. Na nem, bocsánat, az van kérve, a termék gyártása és forgalmazása megszűnt. Nagy kár. Összesen 600 magyar példány készült. Korábbi kérdés, azt lehet-e tudni, hogy hol, merre voltak a holdra szállások? Hát így gondolom, meseszinten. Péter ezt sokkal jobban tudja, mint én. Kedves Péter! Igen, a holdra szállásokra jellemző volt, hogy az első, tehát az Apollo 11, 12 és a 14, az az egyenlítő közeli vidékeken szállt le, és ezután merészkedtek egy kicsit északabbra, ugyanis az Apollo 15, 16 és a 17 már jelentősebb szélességi körökön szállt le. Hát ehhez ugye most élőképet kéne mutatni, és ott mutogatni a helyszínt, mármint a hold teljes képén. Körülbelül ugyanilyen fázisban volt a hold, amikor a holdra szállások történtek, aminek az a magyarázata, hogy ugye eléggé komoly védőruhában, szkafanderben kellett ott mászkálni az űrhajósoknak a hold felszínén, hiszen légkör hiányában, mikrometeoritoktól elkezdve mindenféle sugárzástól védeni kellett őket, és legalább a hőtől ne keljen, ezért a most is egyébként olyan területet mutatott Szilárd, ahol a nap éppen felkelőben van. Tehát olyan beesési szögben érték a felszínt azokban a napokban a napsugarai a holdon, amikor az űrhajósok ott jártak, hogy olyan 15-20 fok körüli volt a hőmérséklet, így legalább a hővédelemre jelentősebb gondot nem kellett fordítani. Amúgy pedig hát én azt gondolom, hogy egy következő hasonló előadás keretében ezekkel a helyszínekkel is megismerkedhetünk, mert ez mindig érdekes dolog úgy elgondolkodni, látva a hold felszínét, hogy vajon melyek azok a helyek, ahol emberek jártak. Ezt egyébként több vázlatrajz vagy holdtérkép mutatja is.
interneten meg lehet találni az Apollo programok keretében ezeket. Talán egy gondolat hozzá, hogyha nyilván azért is az egyenlítő környéki területeket választottak, hogy ott láttunk egy csomó síkságot, tehát ugye arra ment ki a dolog, hogy azért ne legyenek olyan nagy szintkülönbséget sugalló helyek, hogy a leszállás talán akkor simább, ha egy síknak kinéző területre érkeznek. Ez így van, de abban is volt jelentősége, hogy a Hold egyenlítői síkjába kevesebb manőverezéssel lehetett leszállni, mint egy magasabb szélességkör esetén. Arról nem beszélve, alátámasztva az általad mondottakat, vagy megerősítve, hogy az Apollo 15 például a holdbéli Apenninek hegyvonulatánál szállt le, ami nem a hegyet jelenti, hanem a hegy melletti síkságot, de hát akkor is azért komoly űrhajózási feladat volt ilyen helyre, vagy az Apollo 17, ha jól emlékszem, a Hedlirianásnál, ami meg egy szakadékos terület, tehát mindenképpen, ahogy gyűjtötték az űrhajózásban a tapasztalatokat, úgy merészkedtek egyre bonyolultabb manővereket bevállalni. Tibor kérdezi, hogy megvan felolvasni hűen. Nem teljesen köralakú mindegyik, majd a kráterek nyilván. Van egy pici elnyújtságuk, bizonyára részben a látósik miatt, de ha helyileg onnan felülről nézzük őket, akkor vajon köralakúak? A kráterek. A többségük igen, bár nem akartam itt Szilárdtól magamhoz ragadni a szót. De csak tedd meg. Csak azt kell tudni, hogy ugye azok a becsapódások, amelyek ezt sokszoros atombomba erejével létrehozták, ezek nem mindig érték centrálisan, tehát a hold középpontjának irányába a holdat, és hát ilyenkor természetesen az anyag szétrepülése sem lett szimmetrikus. Egyébként, hogyha most még tudnánk távcsövezni, akkor érdemes volna megnézni a Copernicus, illetve a Tycho krátereket. Ezek a tipikus esetei a fiatal krátereknek, amelyeknek a közepén jókora dombok alakultak ki, központi csúcsoknak hívjuk ezeket. A robbanáskor éppen a függőlegesen fölfele kidobódó anyag potyogott így vissza. Mint a vízsepp, mondjuk, mint ugye a vízsepp. Igen, hát ahogy lassított felvételekben szoktuk látni, így van. De visszatérve a csak kérdés... Csak közben lehűl az anyag, és úgy marad, ugye megmerevedik, mondjuk így. Igen, igen. Illetve hát ahogyan visszapotyog, úgy egy ilyen több száz méter magas hegy vagy dombot tud alakítani magából. Ezeket megfelelő belső fénynél nagyon szépen lehet kiemelkedve látni a hold felszínén. A ilyen járdacsillagászati távcsövezéseknél többnyire ezek az igazán érdekesek a nagy közönség számára. Milyen érdekes az internet világa, hogy én visszafelmegyek, mert egyszerűen egy kattingatnom így jobban. Bárdos, igen, tehát Bárdos Bors magyarul. Azt mondja, jó estét, én azt szeretném kérdezni, hogy miért kör alakú szinte mindegyik kráter, a Holdon, és miért nincsenek a becsapódás irányában elnyúlva azok, amelyeket meteorok által keretkeztek. Tehát gyakorlatilag pont azt kérdezte, amit hát valamennyire mondtál is. Ehhez azért tudni kell, hogy itt a krátert nem a becsapódásnak a mechanikai energiája formálta elsősorban, hanem az óriási tömeggel, nagy sebességgel érkező testnek a hirtelen hővé alakult mozgás energiája hozta létre, robbanás alakította. Tehát gyakorlatilag, amelyik nagyon elnyúlt, az nagyon érintőlegesen kellett, hogy érje a becsapódás, de egyébként maga az energia felszabadulás az ott a felszín alatti rétegekben nyilván a legkisebb ellenállást tanúsító felette lévő rétegek irányába repítette az anyagot. Tehát azért ezek a jellemzőbbek és kevésbé az elliptikusak. Ugye más kérdés, hogy most itt az imént a Clavius kráterről már sok szó esett, ez a holdnak egyébként a déli vidékén figyelhető meg, tehát nyilván érintőlegesen látunk rá, ettől sem körszimmetrikus. Amúgy a látott képről pedig annyit, hogy a távcső, Newton távcső, ami fordítja a képet mindkét irányba, tehát fejjel, északot a déllel cseréli fel, és a
keletet a nyugattal, de a mi távcsövünk a belehelyezett egyéb optikáknak köszönhetően itt a képen csak az észak-dél irány cserélte fel, a kelet-nyugatot nem. Vagy hát az visszafordította. No, hát... Én még annyit mondanak, hogy a Vizsi Csaba kérdezett egy nagyon jót, mégpedig azt, hogy az eladásban emlegetett nanoszateliták mikor indulnának az Proxima Centauri közelébe. A válasz nem egészen pontos, 2036 körül. Tehát elég jó pár év, egy jó 15 év van még a fejlesztésekre. És hozzá kell tenni, hogy nem az egyetlen dolog az űrkutatás, nem egy olyan dolgot ismerünk az űrkutatásban, hogy már csak 10-15 év, és mindig már csak 10-15 év. Tehát 10-15 év múlva is csak 10-15 év. Hát ugye terveznek olyan űrtávcsövet is, űrtávcsövet, ami akár 15 méter átmérőjű gyűjtőfelülettel rendelkeznek. Ugye a HST, a Hubble űrtávcső 2,4 méteres nyílású, a James Webb, ha végre egyszer elindul, 6,5 méteres lesz. Ez a LUVOIR, ez egy 15 méteres terv. Ha indul, akkor 2038 körül indul a világűrbe. Jelenleg például a távcső teljes teljesítő képességének kihasználásához próbálnak keresni detektor anyagokat. Tehát erre is el kell, hogy menjen az idő. Tehát egy 15 méteres űrtávcsővel, ha nem lesz költségmegvonás, és nem lesz a végsámokból csak 8 méteres, akkor egy 15 méteresen már lehetne látni az Európa nevű Jupiter hold felszínén felszíni részleteket. Innen a Földről. Vagy a Föld körüli pályáról. Hát, sajnos beborult, továbbra is gondolom. Továbbra is borult az ég, úgyhogy elfogytak a kérdés. Én szívesen visszaküldöm a távcsőt a holdra, hogyha derült van ott. Rögtön kinézek egy pillanat azonnal. Hetvenkét hozzászólással biztos, hogy sikerült kiváltanunk valami reakciót, tömeget. Hát jól van. Hát ez számomra is egy nagyon érdekes kísérlet volt. Egyébként... Igen, ezt annak szántuk. Tizenvalahány éve álmodoztam erről, csak hát ugye technika kell hozzá. Az a technika most mondjuk nálatok állt elő. Voltak-e a tervben még továbbiak a Holdon kívül? Igen, nyílt halmazokat szerettünk volna megnézni. Sajnos az égbolt reménytelenül beborult nyugat felől nyomul a felhőzet. Tibor Banyai írta, hogy nagyon jó a fiataloknak ez a galilei élmény. Lehet, hogy igaza van, mert a technika fejlődése elől nem lehet elmenekülni, természetesen még törekedni kell rá, hogy ne a technika legyen az első, hanem az általa kiváltott élmény és tudás. Lehet, hogy igaza van, hogy nem csak járványos időszakban, hanem azon kívül is érdemes ezeket megmutatni, hogy milyen jó a hold. Főként, hogyha persze majd egyszer okulár projekcióval mutatjuk meg, nem primer fókuszban, és akkor még jobban meg lehet nagyítani. Esetleg egy nap bemutatással kombinálva, már ez hogyha van valami éppen a napon, most tényleg nem ez tudom. Ez a virtuális galilei élmény, ez kell, ez kell. Igen. Most lapozom vissza csak a kérdéseket. Tehát 74 hozzászólás van. Jól van, hát ha borult és reménytelen, és továbbra is így marad. Ne legyünk maximalisták, szerintem ezzel is, hát mondjuk így egyfajta webinárium történelmet írtunk. Megpróbáljuk. Megpróbáljuk legközelebb, amikor derült az akár a következő hónapban. Ugye mi az Egyesületben
Nagyon gyakran észlelünk ezzel a távcsővel, elég jól működik, néha nem. Néha elveszíti a pozíciót, de nem olyan vészes ez a dolog. Mai világban már egy képet fel lehet tölteni a netre, és megmondja, hogy rektanszenzió deklináció szerint hová néz a műszer. Vannak ilyen online szolgáltatások, és akkor az alapján lehet korrigálni a távcső elvesztett pozícióját. Hol hárman, hol nyolcan, hol tizennégyen, hol öten gyűlünk össze így a neten keresztül, és akkor van, aki mellette otthon észlel a saját távcsővével, vagy vizuálisan is közben belehallgat felpillant a képernyőre, hogy mit csinálunk, vagy a saját asszafotóját is készítünk közben. Akkor esténként összegyűlve jókat lehet beszélgetni, ezt a távcsőt elküldeni ide-oda, amarra, Supernovát nézni vele, vagy istököst. Hogy egyfajta szórakozás egyesült a tagok számára nyitva áll. Köszönjük szépen az érdeklődést! Én is köszönöm mindenkinek, hogy meghallgattatok, majd egyszer lesz egy második rész ebből a témából. A VCK Extras kedden lesz este 6 órakor. Bizony! Exobolyókról fog szólni. Egyébként pedig kellemes csillagászat éjszakáját kívánok most már. Remélem, hogy mások szerencsésebbek lesznek az idővel, bár nyugat felől jönnek a felhők. Mindenkinek szép jó éjszakát, sok derültet kívánok, vagy több derültet, mint amennyinek nyugtott. Csizmadi a szirázat hallottátok Berlinből, és aki helyszínen közre működött, akinek kvázi a kertjében van az egyesületi csillagvizsgáló, Bánfalvi Péter volt. Jó maga Pek Teplicki István, és hát jó éjszakát mindenkinek, akkor kedden találkozunk, illetve találkoztok főleg Szilárddal. És köszönjük, Tepi, neked is a közvetítésben való közreműködésedet, amit oly sokszor élvezhetünk, köszönjük. Sziasztok! Jó éjszakát!